Hát köszöntelek benneteket szeretettel a szokásos szombati találkozónkon, mint ahogy én azt jeleztem, ezen a szombaton egy picit belemegyünk a múltunknak azon részébe, amit nagyon nagy a homály. Ez a tátos és a sámán megközelítése, hogy vajon kihez milyen viszonyunk van, mennyi közünk van, mindenhez van közünk, csak kérdés, hogy milyen szinten. És hogy a magyarságnak, a múltjának egyik legmisztikusabb, legrejtélyesebb foltja pontosan ez, hogy nagyon sok tátos jelölt van, van már sámán jelöltünk is, van tátos képzőnk is, sámán képzőnk is van, csak nem tudom, hogy van-e tátosunk, vagy sámánunk, mert majd ezt meghalljuk, hogy lehet-e tudni róla, és mennyit, és hogy mit. Jó? És ennek a tisztázására, illetve egy kicsit a gondolkodásunknak a bővítésére úgy gondolom nem véletlenül hívtam meg Szántai Lajost, aki a szokásos alaposságával megpróbálja mindenki számára megvilágítani, hogy igazából mi hol is vagyunk, hol állunk, hogy is viszonyuljunk ezekhez a fogalmakhoz, ezekhez a dolgainkhoz, a múlt dolgaihoz. És én mindig hirdettem, és mindenkinek mondom, és feltett szándékom, főleg ezért második felétől, tehát a nyári szünet után, hogy erőteljesen irányt fogunk venni a magyarság múltja irányában. Erőteljesen. Mert úgy érzem, hogy ez rendkívül hiányos. Megvannak hozzá azok az emberek, azok az előadók, azok a nagyszerű tanítók, akiknek a teret meg kell adni. És ha kell, minden héten adunk teret neki, mert óriási a hiány, óriási a hiány. Miután az emberek nem nagyon szeretnek olvasni, ami nekem szomorú, mert én nagyon. Viszont azt mondom mindenkinek, hogy a könyveket szeressétek, mert a könyvekben ott van minden, és sose tudhatod, hogy mikor ez a pillanat, amikor egy könyvet kinyitsz, és minden beléd áramlik. Nem tud egyetlen egy videó, egyetlen egy cikk pótolni egy könyvet. Mert abban benne van az írónak az a fajta eszenciája, amiben megírta, amiben elmélyült. És nem véletlenül egy komoly könyvben elmélyülés van. És én úgy érzem, hogy ezt az irányt, amit ősztől tervezek, hogy a magyarság tiszta, valós múltjának a megismerése és teljes kibontása minden téren, ezt szeretném nagyon-nagyon hamar elkezdeni, és ennek egyik nagyon komoly és meghatározó személyisége pont itt áll mellettem, akit fogadjatok szeretettel, Szántai Lajost. Jó? Na hát én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket. A téma, ahogy Miklós felvázolt, az tényleg rendkívül izgalmas, de a művelődés történet jelenlegi állása szerint ilyenekkel tel is tele vagyunk. Tehát ez az egyik. És ez azt jelenti, hogy sajnos a fejekbe, a lelkekbe, a szívekbe jó szándék az van, de valami hihetetlenül nagy zavar. Ezt a nagy zavart én nevezhetném máshogy is, de nem akarom, mert azért mégiscsak illedelmesen kell viselkedni, és a szavakat maguk mentén kell használni és alkalmazni. De nem azért van ez a hatalmas nagy zavar, mert ne lehetne tudni dolgokat, hanem ahogy itt elhangzott, nem járunk utána dolgoknak. De olyan fokon, olyan módon nem járunk utána alapvető dolgoknak, igazságoknak, hogy az valószínűleg a nemzetügyét nem fogja előmozdítani. És ilyenkor mindig csodálkozni szoktunk, hogy nem mozdul előre a nemzetügye. Hát azért nem tud előmozdulni a nemzetügye, mert a jó szándék az megvan, de ekkora butasággal és nem tudással, hangsúlyozom, hát nem sok jót lehet tenni a nemzetért, bármennyire hihetetlen. Mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát ha itt elhangzott az, hogy a sámánt most már rendre egybemossák a táltossal, a táltos szinonimája a sámán, a sámáné a táltos, tehát itt minden megvan. Na most ez körülbelül olyan jellegű, egy bizonyos szinten bármit lehet mondani, hogy a kenguru azonos az ananásszal, az ananász azonos a kivivel, miért, mely élnek. Akkor lehet szűkíteni a kört, hogy a kenguru azért mégiscsak állat, az ananász mégiscsak gyümölcs, akkor emberiségen belül is. Minden ember ember.
Tehát a feje az ugyan ott van, a válla, a testfelépítése, a belső szervei, ez vitathatatlan tétel. De ha kiszaladok az utcára, és valakit keresek, meg akarok szólítani, tehát szeretnénk megszólítani, inkább ezt be kéne állítani a megfelelő. Nem, hogy Lajos, én miután ez azért értek, mert ez a ótvar gányc utca az enyém, ez közel kell a szádhoz tartani. Na de Viktor, ez behallatszik. Hát illedel, megbeszéltük, hogy illedelmesen fogunk beszélni. Tehát jobb is egyébként, mert nem ezzel kell tölteni az időt. Az a helyzet, hogy nem lesz nagyon könnyű az, amire most vállalkoztunk, mert rengeteg idézetet fogok felolvasni. Pontosan azért, hogy érzékeljük, amilyen kép a sámánról kialakult, olyan sámán a világ történelemben soha nem volt. Amilyen kép a táltosról úgy általában kialakult, olyan táltos soha nem volt még Magyarországon. Tehát tulajdonképpen fikciók vannak, hipotézisek vannak, meg nem gondolt gondolatok vannak. A művelődés történetben, a történelemben volt már hasonló időszak egyébként, de ez mindig bajt okozott. Tehát a görög-római birodalom idején terjedt el az a fajta felfogás, hogyha az egyik nép meg akarja a másik nép istenségeit ismerni, akkor nyilvánvaló módon ez ténylegesen így van és érthető, hogy próbáljuk megtalálni, hogy ami a mi népünknél annak az isteni tulajdonságkörnek a megfelelője, megidézője, az a másik népnél hasonló tulajdonságokkal, funkciókkal végül is lehet, hogy ugyanazt fogja jelenteni. Ez egy nagyon szép és becsületes hozzáállás, de hova vezetett? Már az ókorban. Hát a római görög műveltség azért egészen más Isten képzett körrel meg világképpel gondolkozott, mint az ókori, hogy úgy mondjam, népek. Olyannyira, hogy se a görögöt, se a rómait, ókori magas kultúrák népei nemhogy nem kedvelték, nem szerették, nemhogy nem tartották nagyjá, tulajdonképpen a kultúra lerombolóinak tekintették őket. Igen ám, de elterjedt egy világnézet. Ez a világnézet pedig jelen korunkban úgy hangzik, hogy internacionalista, multinacionalista. Tehát megszűnnek a különbözőségek, mindent mindennel össze lehet keverni, hát újabban a férfit a nővel, táltost a sámánnal, tehát vég nélkül lehet a dolgokat, hogy mind a kettő létezik, tehát nem erről van szó. Na de azért érezni kell, hogy amennyire megvan egy nagyfokú és nagyon lényeges egység, annyira tulajdonképpen megvannak a minőségi különbözőségek. Maga a teremtő is úgy teremtette a világot, hogy egy egységben indul, de hihetetlen sokféle gazdagságban jelenik meg. Más példával élve, hogyha adva van mondjuk egy fa, a fán nincs két egyforma levél, ez vitathatatlan tétel, de levél csak azért tud a fán lenni, mert van fa. Tehát végeredményben mi a fát keressük. Nem a tavaly lehullott levelet próbáljuk a gerebjével így összegerebjézni, és akkor abból valamit kihámozni. Könyveket fogok ajánlani, és ez is nagyon lényeges dolog volt, hogy itt a könyvekre a figyelem azért mégiscsak felhívódott. Tehát a kutatástörténet érdekes módon a jobb fajta, vagy nem tudom, hogy nevezzem, az igényesebb, soha semmikor a táltost a sámánnal nem keverte össze. A kérdés az, hogy viszont miért hagyják egy bizonyos szinten, hogy a jó szándék mentén ez összekeverődjön. Hát nagyon egyszerű, hát nem tudjuk megszólítani a sajátunkat, mit akarunk a másétól. Hát ez egy nagyon egyszerű tétel, ennek mindig van egy pszichológiai, lélektani, társadalmi vetülete is. Csak mondjátok nyugodtan. Lényeg az, hogy ne magyarul nevezzétek meg, ami számotokra a legfontosabb. Miért? Mert akkor még értitek is. Hát ki tudja itt, hogy a sámán mit jelent? Hát éppen ezért Diószegi Vilmosra fogok hivatkozni, és tudni kell, hogy benne van ez a menetrendbe. Például az 1970-es években, az akkori magyar művészeti életen belül, hát gyakorlatilag, ha valaki ihletett módon festett, akkor az már sámán festő volt. Ha valaki ihletett színművész volt, akkor az már sámán mesterséget gyakorolt. Tehát ez mit jelent?
úgy jó fél évszázaddal korábban a sámán még messze nem azt jelentette, amit az utóbbi évtized utóbbi éveiben. Tehát tulajdonképpen ez egy hivatkozási alap volt. Senki nem tudta, hogy mit jelent, de ha valaki valami nagyot akart mondani, olyan módon, hogy ihletettség, olyan módon, hogy történetesen jó erőknek a megidézése, vagy gyógyítás, vagy tájékozódás térben és időben nem hétköznapi módon. Tehát a sámán nevezetnek volt egy becsülete. Ez még korábbi időre megy vissza, és ott már nem olyan fényesen jelenik meg, hanem a 19. század végén mindenki tudja, de már Mária Terézia korában, de már Első Lipót korában, de már a 16. században nagyon ismert volt egy általános felfogás és nézet, hogyha egy népet nem lehet fizikai szinten megsemmisíteni, elpusztítani, országát nem lehet lerombolni, akkor viszont nem az lesz a legfontosabb dolog, hogy nagyon gyorsan nagy eredményt elérni, idő van, ki fogják várni. Nemzedékről nemzedékre mindig az adott tájékozódási és identitástudati szintet kikezdeni. És lehet, hogy akkor még nem mondjuk a 16. században, de már a 17. században még többen, 18. században annál többen, 19. században már tudományos tétel lesz, 20. 21. században pedig már mindenki úgy fogja tartani, ahogy valahol előírták és mondták. Tehát ez őstörténeti, ősnyelvi, nyilván ősvallási kérdés. Tehát onnantól kezdve, hogy a magyar nyelvet megfosztja a hivatalos nyelvészeti tudomány, hivatalos tudomány, megfosztja eredeti forrásvidékétől, tulajdonságkörétől, és egy nem létező nyelvi családba osztja be, onnantól kezdve tulajdonképpen a magyar valódi történelmet is elvették hivatalosan a nemzettől. Ugyanakkor egy nyelvész, hogyha sarokba szorul, mondjuk finnugorisztika területén, akkor készségesen beismeri, hogy ez csak nyelvi rokonság, ez nem antropológiai, ez nem ez csak mindössze nyelvi rokonság. Na most a magyar nép a saját, hogy úgy mondjam, világával, saját nyelvi kultúrájával, hogy Arany János is megfogalmazta, Jókai Mór is megfogalmazta minden időben egy volt. Tehát ezt megint nem akarom taglalni, mert nem ez lesz a téma. És nagyon nagy kérdés az, hogy Európa kellős közepén milyen nép tud a Kárpát-medencébe tartósan berendezkedni. Ezt gondolom nem nehéz kitalálni. Tehát észre se vesszük, hogy a legmagasztosabbnak tűnő kérdések, a legmagasztosabbnak tűnő témakörök, már évszázadok óta, ma úgy mondanánk, politikai síkon, hétköznapi történelmi síkon a manipuláció területéhez tartoznak. Miért? Mert Mátyás halála után nézzük meg, hogy a Föld nevezetű bolygón mi történt. Mindenhol ugyanazt a programot hajtották végre. A múltat végképp eltörölni. Kultúrákat, népeket, vallásokat a világtörténelemből kiiktatni. És így jutunk el évszázadról évszázadra, évtizedről évtizedről, évről évre, hónapról hónapra, napról napra, előtte hétről hétre, ebbe a globalizált világba. Tehát ne csodálkozzunk, hogy jó szándékkal hajlamosak vagyunk mindent egy kalap alá venni. Miért? Mert ez van benne a köztudatba. Vagy a világ proletáriai legyenek egyformák, vagy a multinacionális világcégek termékei mindenhol ugyanúgy jelenjenek meg, ugyanaz a tárgyi műveltség, ugyanaz a tárgyi civilizáció mutatkozzon meg. Tehát minőségi, embernek való különbségekre úgy tűnik a globalizálódó világban, hát nekünk szükségünk lenne, de akik ezt végrehajtják, azoknak nincs. Tehát népek, akiknek nem volt nagy múltjuk, azoknak adtak, népek, akiknek volt múltjuk, azoktól pedig elvettek. Most azért hozom így elő ezeket a dolgokat, hogy érezzük, hogy azért nem véletlenül történnek azok a dolgok, a legjobb jó szándék mentén sem. És miután a századforduló, de az egy évszázaddal, sőt, hát már régebben, mondjuk egy Róhem Géza munkássága fémjelezte azt, akkor még a néprajzi szakirodalom nagyon óvatosan, de mivel még ismeretlen volt annyira a sámánizmus,
hogy bármit lehessen mondani róla, bármivel össze lehessen vetni, ezért pillanatok alatt már a táltosnak az alakját, a személyét a sámánnal próbálták meg egybe keleszteni. És minden időben mindenki tiltakozott. Bármennyire hihetetlen, miért? Mert aki látta, az pontosan miért lenne azonos? Hát egyáltalán milyen nyelven szól az a megnevezés, hogy sámán? Azt tudjuk, hogy táltos, de az, hogy sámán, az elnézés, valaki világosítson már fel engem. Hogy jött be ez a nemzetközi szakirodalomba? Hát majd beviszik, majd csomagolják. És jártunk Sziksika indiánoknál annak idején, hogy érthető legyen. Megvan az írókézek saját nyelvén, pontosabban dakotáknak, megvan a saját nyelvükön, minden mágikus funkciót ellátó, ma úgy mondanánk, papi személynek különböző, külön anyanyelven megnevezhető neve van. De egy művelt indián már hogy nyilatkozik? Orvosságos ember és sámán. Miért? Mert New Yorkban az egyetemen ezt fogadják el. És hogyha ő művelt akar lenni, akkor már a globalizált nemzetközi világnak, tudományos világnak a szakzsargonját fogja használni. Ezért van az, hogy Afrikában, akiket mi keresünk most ezen a tájékozódási úton, orvosságos ember. Ez a német szakirodalomból terjedt el, senki nem gondolna. 19. század, és mindig az a kérdés, miért terjed el? Hogy ezek elterjednek? Medicine van. Miért terjed el? Azért, mert fel sem fogja, hogy egy ilyen típusú közösségben mondjuk, egy törzsi kultúrán belül, egy ilyen elhivatottságú tevékenységi kör milyen neveken jelen, egyáltalán mi a feladata? Hát orvos az mindenhol van, az mindenhol kell. Tehát gondolom, tudjuk, nem ebben merül ki egy ilyen rendkívüli képességekkel rendelkező embernek a tevékenysége. Miért? Mert például Kárpát-medencében ma is tetten érhető, hogyha egy kicsit olyan elhagyatottabb helyekre vet bennünket a sors, az öregek még ismerik a gyógyfüveket. Pontosan tudják, hogy kell használni. Ismerik az állat- és növényvilágot. Magukat nem tekintik sámánnak, nem tekintik természetgyógyásznak, hanem az élet elnézés legalapvetőbb dolgaiból nem csinálunk lufi bulit. Minden képesség minden emberben benne van. Csak nem egyforma mértékben, nem egyforma erővel. És most nem nőtt föl, nem lett volna emberiség, ha történetesen beteg egy gyerek, és állandóan orvoshoz kellett volna az édesanyjának szaladnia. Hát ki gyógyította a beteg gyereket? Tulajdon édesanyja nem tűnt volna fel. Vagy nem méltóztatunk saját gyerekkorunkra visszaemlékezni. Amikor már orvost kell hívni, akkor tulajdonképpen már olyan, hogy megszűnt a szűk környezetben lévő tudomány. Tehát ez mit jelent? Mindenki ért mindenhez, bármennyire hihetetlen. De mindenki csak addig ért, ameddig a kompetenciája terjed. És mivel nem voltak boltok, bevásárlócsarnokok, nem voltak üzletházak, az élelmiszer, az étel és ital előállítása a saját körön belül történt meg. És minden növényt ismertek. Ha beteg volt az állat, nem állatorvost hívtak, mert nem volt történetesen. És ha már nem tudott ő maga mondjuk veszettség ellen gyógyírt találni, na akkor jön a következő fokozat, akik erre ellettek hívva. Na most gondolom érzékeljük, ma mindenki elhivatottnak érzi magát, ami nem nagy baj. Csak hát azért lehet érzékelni, hogy nem biztos, hogy jó úton járunk ebből a szempontból. Meddig szól az én hatásköröm? És mikor kell engednem annak, aki tényleg hivatott erre? Tehát alapjáraton mindannyian tudunk mindent. Én még olyan emberrel nem találkoztam, akinek életében legalább egy-két rendkívüli álma ne lett volna. Na de attól még nem lett táltos. Én még olyan emberrel nem találkoztam, akinek egy-két ráérzése, meglátása sors területén, kivel mi fog történni, ne történt volna meg. Na de ettől még nem lett sámán. Tehát az ember az egy rendkívül érzékeny lény. Gondoljuk végig. Emberek vagyunk.
saját érzékenységünknek, világunknak még tudományos úton is el szokták mondani, bár az agy ez egy külön terület, ebből a szempontból, mert nem ott van a nagy tudomány állítólag, ősi népek szerint valahol a szív tájékán kell mindezt keresni. Gondolom mindenki ismeri az egyiptomi műveltséget, ha ott mumifikáltak valakit, fáraótól kisdobosig, agyat úgy dobták ki a szemétbe, mint annak rendje. A szívet meg szépen bebalzsamozták. Szépen vásznakba, amulettekkel, drága kövekkel látták el rétegről létegre, hogy szépen gondosan. Tehát az nem pusztulhat el. Tehát ezek azért érdekes dolgok, hogy érzékeljük, hogy mennyire fizikai szinten is, hány érzékenységi a gerincoszlop, a csigolyák, a velők, a idegrendszer, az egész szervezeten belül. Hát ez egy olyan érzékenység, újra mondom, hogy fogalmunk nincs. Itt az a kérdés, hogy van-e többlet, van-e fölös, van-e rendkívüli, a fölös az nem fölösleges, hanem a csont, fog vagy új, akkor az szám fölötti. Tehát tényleg rendkívüli legyen az a képesség. Mert sokan tudunk tájékozódni, az élet alapvető dolgaiba talán eligazodunk, de a kicsit a baj nem hétköznapi, hanem komolyabb, rendkívüli. Ha történetesen Szibériában van egy hóvihar, hát onnan hogy fog valaki a sátrába hazamenni? Most ki lesz az az ember, aki olyan rendkívüli képességgel rendelkezik, hogy látja, megtalálja az elveszett embert, az elveszett állatot, vagy az elveszett tárgyat, hogy érthető legyen. És minden közösség, mert ezek szétszórt kis népek, mondjuk Szibéria hatalmas területein belül, hát gyakorlatilag minden kis falura, nemhogy egy sámán jut, most én is ezt a kifejezést használom, hanem úgy terem. Miért? Mert rendkívüli szigorú életkörülmények között élnek. Fél évig éjszaka, fél évig nappal. Elnézést, mit eszel, hogy tájékozodsz? Hát azért lehet érzékelni, hogy itt például mi már, ha oda kerülnénk, pontosabban ott, hát valószínűleg még a legjobb képességű barátunk is pillanatok alatt csődöt mondana. Mert olyan, mint egy másik bolygóra került volna. Tehát nem fogjuk fel, hogy nem jó, ha mindent összekeverünk. Miért? Saját magunkkal szúrunk ki. Még akkor is, ha valami nagyon divatos, valami nagyon nevezetes, nagyon jól hangzik. Tehát bizonyos képességek, mondjuk szélsőséges életkörülmények között, hát ugyanúgy jön egy kegyelmi ajándék is, hogy azért meg fogsz maradni. Cudar rideg körülmények között, de mindent tudni fogsz, ami itt kell. És akkor hasonlítsuk össze a Kárpát-medence éghajlatát, növény és állatvilágát, tulajdonképpen egy ilyen ázsiai, nem csak szibériai, egész nem tudom ki járt Ázsiába. Tehát amikor jártunk egyszer-kétszer, megy a repülőgép, mondjuk Budapestről, vagy valahol át kell szállni, Pekingbe vagy Ulánbátorba, sivár, kietlen táj fölött száll a gép órákon keresztül. Világos? Tehát még egyszer elmondom, mert nem értjük meg. Tehát a jurtánk sem volt, pedig a nemez használat az nyilván megvolt, van egy probléma a jurta használattal is. Hosszú, száraz, hideg tél. Rövid, száraz, forró nyár. Nemez, világos? Hát 2-3 felhőszakadás után, ez nem azt jelenti, nálunk szűrt, kalapot, mindent nemezből készítettek. De megint, amikor jurtában laktunk, hol, könyörgöm, mikor? Mert jól néz ki, mert jól érzem magam egy ilyen kerek, de persze, hogy jó. De tulajdonképpen miért alakul ki? Mondjuk egy ilyen építészeti mód. Most mondom a legegyszerűbb tételt, ezt Mongóliában lehetett megtapasztalni, de hát Kazakisztán mindenhol kerek a jurta, miért, mert pusztán vagyunk. És a szélnek van egy tulajdonsága. Szeret fütyülni. Szeret tombolni. És ha én sarkos építményeket építek, akkor az első pillanatban ott nem olyanok a szelek, mint itt,
hogy hébe-hóba, egyfolytában télen, tavasszal, nyáron, ősszel, úgymond fúj a szél. És minden héten van olyan időszak, hogy egy kicsit jobban fúj. Na most a kereképület, az hogy reagál egy ilyen hatásra? Hát úgy, hogy a piramis forma egy víz alatti létre, hogy a víz nyomása nem fogja agyon nyomni. Tehát a szél tulajdonképpen nem tud belekapni, mivel van egy ívelődés. Hanem szinte a szél körül fújja, dédelgeti, nem fújja, rájön, hogy ő a jurták szerelmese ott a pusztán, és akkor kialakul egy kultúra. És ez nem jelenti azt, hogy nincs szakrális vonzata. Mert ez tényleg egy kerek templomnak is lehet akár az ősképe. Tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy hol élünk. Itt milyen adottságok vannak, és onnan mindent így a hajánál fogva ide akarunk rángatni, hogy onnan vettük át, vagy mi is olyanok voltunk, fogjuk fel, nincs semmi. De úgy nincs semmi, hogy most keressük a valamit. Tehát minél északabbra megyünk, tulajdonképpen egyetlen egy vagy két-háromféle húsféleség van, zöldséggyümölcs nincs, tehát mit lehet enni, itt már a rénszarvas tud egyedül megmaradni. Most képzeljünk el egy környezetbe egy szent életű elhivatott embert. Mi lesz a feladata? Ennek a sivár környezetnek, ennek a kicsit lepusztultabb társadalmi létformának az ügyeit a lehető legmagasabb szinten intézni. Tehát számára az élet nem lesz annyira összetett, mint számunkra, nem lesz annyira részletgazdag, mint számunkra. Miért? Mert annyi gabonaféle nincsen. Mert eszébe se jut, hogy egy disznóból hogy lehet hurkát, kocsonyát és ezerféle dolgot csinálni. Miért? Mert legvadabb vágyálmaiban sem találkozik ilyen pazar és bőséges élet lehetőségekkel. És akkor nézzük meg a Kárpát-medencében. Mondok egy almafa fajtát, 100 féle, 200 féle. Ezt mindenki tudja. Ezt is az Európai Unióhoz való csatlakozási programok keretében gyümölcsfátlanították és szőlőtelenítették Magyarországot. És még fizettek is az embereknek, hogy kivágja azt a több évezredes szívos gyümölcsfajtát, és amikor az ember megtudja, hogy több száz fajta körte, több száz fajta alma, és a többiről nem beszélünk, akkor nézzük meg az állatvilágot. Tehát ez azt jelenti, hogy csak a pásztor hierarchiát nézem, legalacsonyabb fokozat az a kondás, disznókkal, utána jön a juhásza, juhokkal, utána jön a gulyás a szarvasmarhákkal, és a legmagasabb szinten a csikós van a lovakkal. Na most mind a négy szín, és ez nem azt jelenti, mert a lábas jószágról nem beszéltünk, hát még gyerekkoromban is gyakorlatilag pulykától, páváig, lúttól, libáig, tyúktól, nem tudom, kakasig, mert a legkisebb portán is minden volt. Tehát ez mit jelent? Az élet hihetetlenül ki tud itt a Kárpát-medencébe bontakozni. És van négy olyan évszak, ami az életnek az eredendő körforgását az emberhez mélten is meg tudja idézni. Tehát az időjárás is rendkívül változatos. Van trópusi meleg nyáron, mert kell nekünk, és van szibériai hideg télen, bár olyan már nem nagyon van, mert nem kell nekünk, de azért adatik. Na de ebből támad fel tavasszal a természet. Tehát mi még azt is tudjuk a természet munkáját nyomon követni, hogy mit jelent feltámadni. Szinte a semmiből valami újjáélet. Látszólag eltérünk a témától, csak próbálnám olyan módon felvázolni a dolgot, hogy ne nagy dolgokra gondoljunk, hanem hogy mondani szokták, egyszerű, józan, ésszel megáldva tájékozódjunk, hogy kinek mi a feladata, ki mire van elhivatva, ki tud többet vagy kevesebbet. Mindenki a saját helyén a lehető legtöbbet tudta. De a szűkösebbek az életfeltételek, nehezebbek, ugyanakkor nem annyira összetett, hanem minden nap azért a kis betevő falat ér, de az mindig egy lesz, egyféle étel. Nincs változatosság. Hát gyakorlatilag nem lesz gondja. Betegség is milyen lesz? Egy-kétféle betegség.
Ezért volt az, hogy hiába volt nagy sámán valaki, most én is így nevezem az indiánoknál, vagy a szibériai török nyelvű népeknél, jöttek a hódítók és gyarmatosítók, vitték a betegséget, és azt már a helyi erővel nem tudták gyógyítani. Miért? Mert nem volt ott. Itt pedig egy egyszerű, hogy úgy mondjam, ember meg tudta volna mondani, hogy mi történt. Tehát tulajdonképpen hol gyűlhet össze nagyobb tudás? Ahol sokkal több minden tud megtörténni. Na most nem nehéz kitalálni, a Kárpát-medencében éppen elég sok minden meg szokott történni. És van még egy nagyon érdekes tétel, az emberiség bölcsői, hogy hol ringatóznak, hát ez ókor óta ismert tétel, általában folyók mentén, folyamtalálkozásoknál, folyóközi térségekben. És itt jön egy nagyon érdekes tétel, hogy a Mezopotámia, ami azt jelenti, hogy folyamköz, folyóköz, se többet, se kevesebbet nem jelent, a Tigris és Eufrátesz is egy Mezopotámia, de a Duna és Tisza köze is egy Mezopotámia, hogy érhetető legyen. Szirdarja, Amudarja köze is egy Mezopotámia. Tehát magas kultúrák, mert vízre is szükség van. Tehát olyan, hogy sivatagban, ahol nincs víz, egyáltalán földön, hogy tud kialakulni tartósan emberi társadalma. Tehát van egy nagyon egyszerű, én nem nagyon szeretem ezt az utat járni, de mivel szeretném elkerülni a vádaskodás bármilyen dolgát, hogy elhamarkodtan ítélkezünk, nem árt ilyen nagyon egyszerű szintekről kiindulni. Tehát lovat például Manysi-Hanti földön, Ural térségében nem tudnak gyógyítani. Miért? Mert a ló nem marad meg. Ugyanakkor mi az, amit viszont elképesztő módon képben vannak és jártassak? Hát természetesen még rénszarvas, vagy bármi, ami ott van, arról meg ők tudnak többet. Na igen ám, de nálunk bármelyik ágazata az élő és állatvilágnak meg tud maradni, ott viszont nem. Ott lecsupaszodik. Ott sokkal, hogy mondjam, visszafogottabban árad az életnek az egyetemes nagy forrása. Inkább olyan kis csörgő, csergő patak módon. Úgy jön. Ezért nem fenyegeti ezeket a térségeket a túlszaporodás rémképe. Miért? Az meg maga a lehetetlenség. Mert nem lehet ellátni. Tehát egy bizonyos lélekszám fölött már egyszerűen nem lehet ellátni egy közösséget. Na de, gyorsan vissza, kanyarodva tehát, adva van a sámán, és akkor ez szerintem túl van tárgyalva, mert én is úgy gondolom, hogy teljesen fölösleges még órákon keresztül részletezni dolgokat, de azért csak a kis ördög ott van. Kárpát-medencében középkorban elmondják, hogy a folyók kétharmad része csak a víz, egyharmad része hal, kézzel lehet minden nagy folyóba. És hányféle halféleség volt? Ezeket mind külön, külön, ízük, nagyságuk, időszakuk szerint hányféle ételféleségbe tudták elkészíteni. Ma elmegyünk egy étterembe, az ember meg se nézi az étlapot, mi mindenhol ugyanazt kapjuk. 100 évvel ezelőtt valakinek egy budai étteremből étlap kerül a kezébe, velem egyszer előfordult, magyarul volt ott, nem tudtam, hogy miről van szó. Hol a rántott sajt? Rántott hús, meg rizs, aztán kész. Ezerféle étel, ezerféleképp. Szinte költészet volt az étlap. Tehát vegyünk észre valamit. Mi is így kezdünk lecsupaszodni. Mi is kezdünk úgy egyre inkább elszegényedni, leszegényedni. Nem, hogy gazdagabb lenne a tudásunk, és ihletettebb, hanem egyre ilyen semmilyenebb. Ilyen közhelypufogtatásokból, mint ahogy most én is ezzel foglalkozok, ezzel telik el általában az idő. Tehát említettem, hogy a 70-es években a sámánnak, tehát hogy nehogy szó érje a ház elejét, nem az egyik a másik ellen. De elnézést attól, hogy emberek vagyunk, én ha elmegyek Límába, ott egy járókelővel nem fogom magam azonosítani. Hogy tudod, hallom, hogy hívnak téged. Tehát nem véletlenül vannak nevek, nem véletlenül vannak tulajdonságok.
Nyilván egy édesanyja se szereti, hogyha a gyereke nevét nem tudják helyesen kimondani az iskolában, és mindig egy másik névvel keverik össze. Ugye milyen bántó tud lenni? Vagy megyünk az utcán, valaki odajön hozzá, és te nem ez vagy? És mondom, nem. Megérti az ember, de mégis ez nem jó érzéssel szokott párosulni, meglepő módon, hanem inkább egy ilyen kis furcsa érzés van. És Egyiptomban volt az egyiptomi valláson belül egy ilyen büntetési típus, hogy akik valami főben járó bűnt követtek el, nem az életét, tehát nem az volt a legnagyobb büntetés, hogy mondjuk kivégzik, hanem a nevétől megfosztják. Onnantól kezdve neki már semmilyen nincs a kozmoszba. Nem megszólítható, nem hívható. És ugyanakkor pedig, ha valaki nem a saját nevével szerepel, és szólítják, hogy fog rájönni, hogy őt hívták? Tehát megint ez egyszer egy irányából próbálom ezt a kérdést közelíteni. Na de, nagy becsülete volt, és tulajdonképpen aki ezt az ügyet legmagasabb szinten, legnagyobb jó szándékkal, tudással képviselte, és elképesztő életpályát futott be, ő maga is valószínűleg sámánizált. Tehát részt vett szertartásokon, aki vett már részt igazi sámán szertartáson, hát az ember csak megemeli a kalapját. Én láttam úgy sámánt, többet is, de ezt nem élőben, felvételen. Hogy milyen, amikor egy sámán dobot használ. Hát az ember azt érezte, mint egy égitest keringene. És milyen, amikor mi pufogtatjuk? Na milyen? Látnánk magunkat kívülről, hazaszaladnánk. Világos? Rudi a multimilliómos jazzdobos. És akkor az még egy jó kategória. És látjuk, hogy a sámán dob elkészítés elnézést. Az nem olyan, hogy megveszem a boltba. Hát dobot mindenhol használtak megint csak. Például Szapolyai János idejében leírja Szapolyai Jánosnak, majd második Lajosnak az udvari papja, káplánja, hogy a templomban megszólal az isteni zene, keresztény templomban, milyen hangszerek szólalnak meg. Dobok, dobok. Sípok, citerák, mit nevezzek meg. Szóval hangszerek megszólalnak. Barátaink mit szoktak mondani? Hát üldözték nálunk a sámán dobokat. Üldözték. Hát az ember úgy, hogy? Ment a sámán üldöző hatóság, és nézte, hogy hol, és közben a kis dobos, ugye, a falubíró, hát még a mi gyerekkorunkban is gondolom tudjuk, a polgármesteri vagy tanácsi hivatal kidobolták a híreket. Világos? Megint nem ugrik be valami? Hogy itt úgy vetődünk mindig mellé, ez olyan, hogy betiltották a fogpiszkálómat. Akkor csinálok egy másikat. Tehát nem olyan, hogy be lehet tiltani. Miért? Amíg van körülötte hagyomány és van ember, tulajdonképpen a gyerek nemzése lehet még betiltani, majd annak is eljön az ide, mert a férfi nő is találkozik, most mit csináljanak szabad idejükbe. Hát hiába van tiltórendelet. Találkoznak, megoldja a természet. Tehát mindig érezni kell, hogy hol van a hétköznapi szint, hol kezdődik mondjuk a szakrális, és rá kell döbbenni, hogy a magyar műveltséget azért nem tudják sokan bevenni, mert ez a két szint nem válik el élesen egymástól. Tehát ami a hétköznapi készségeimhez hozzátartozik, a pásztorviselet, a tükrös például, az ünnepi viselet és mágikus eszköz is lehet. Tükrös, mit csinálok? Világon által látó tükör. Tehát tudom arra is használni, igen ám, de egy pásztort nagyon nehéz úgy elképzelni, hogy nézegeti, most pödrünk innen, tükrösöm, mondd meg nékem, azért érezni kell, hogy teljesen más a világhoz való hozzáállás. Nálunk már minden szét van választva, egymástól el van választva, meg van merevítve, és egymás ellen van fordítva. És azt hiszük, hogy ez az általános, ez a természetes. Na még egyszer, nekiszaladok, tehát a sámán 70-es években értelmiségi körökben,
tulajdonképpen a legmagasabb rangú hivatkozási alap lehetett. Tehát senki nem nézte le, senki nem tulajdonított neki olyat, amit mondjuk ma általában a kritikusok tulajdonítanak neki, de a túlhajszó, akik túlhajtják, azok sem, hanem ott volt a helyén. Meg lehetett becsülni. És kinek lehetett megköszönni? Diószegi Vilmos. Na most ezt a könyvet, amit ő írt, a Sámán hit emlékei magyar népi hitvilágban, ez kötelező olvasmány. Miért? Mert amit leír a sámánizmusról, az tökéletes. Amit leír a táltosról, utolérhetetlenül tökéletes. A probléma hol kezdődik? Amikor azt mondja, hogy na most hasonlítsuk össze a kettőt. És mint látjuk, a táltos azonos a sámánnal, a sámán azonos a táltossal. Tehát Diószegi Vilmos volt az, aki az 50-es, 60-as években megteremtette azt a mítoszt, hogy a pogánykori magyar ősvallásnak tulajdonképpen a szent embere az a sámán volt. Miért? Mert a sámán és a táltos úgymond ugyanazokat a feladatokat látja el, ugyanúgy viselkednek, ugyanaz a tevékenységük. És becsületes ember volt, hangsúlyozom, hihetetlenül nagy tudása volt. Ő magának, neki Szibériában, Szibériát ne úgy képzeljük el, hogy fúj a szél és amit gondolunk róla, ez egy hatalmas térség, és általában török nyelvű népeket találunk ott. Na most Diószegi Vilmos még akkor, ez még a, bőven a jó Szovjetun jó idézőjelbe, véletlenül szaladt ki a szám, a Szovjetunió idejében volt, ha ő sámánt keresett mondjuk Szibéria Bajkál-tór térségében, akkor milyen választ kapott? Sámán? Simon? Kit keresnek? Tehát más az olvasottság, hogy bevezetnek egy fogalmat, és más a hétköznapi valóság. Nem tudnak sámánról. Világos? Mert a saját nyelvükön, például a török nyelvű népek kámnak hívják. Búrjátok, mongolok bőnek hívják. És például Kínában pedig Wu a becsületes neve. És minden tájegységen, minden területen, minden országban még ezerféle változatban léteznek maguk a megnevezések. Tehát akkor nézzünk megint csak egy könyvajánlatot. Sámán kultúrák szerkesztette Hoppál Mihály Szatmári Botond, Takács András gondolatkiadónál jelent meg ilyen jó vaskos könyv, tanulmánykötet. Diószegi Vilmos, hát már rég elhunyt, de egy tanulmánya benne van ebben a kötetben. Diószegi Vilmos egyik tanulmányából tanulmányát helyezték el, és én is ebből idézem. A sámanizmus kifejezés, a mandzsu tungus, shaman, és akkor itt megállok egy szóra, de csak azért, hogy ne szaladjunk előre, shaman vagy sámán. Sumér vagy Sumír? Vagy Sumér vagy Sumer? Nem tudom, hogy érzékeljük-e. Saman vagy sámán? Óriási nagy probléma. Valószínűleg egy mandzsu tunguszzal találkoznánk, akkor megveregetni a vállunkat, mert azt mondaná, hogy akár A-val ejted, akár A-val rossz az ejtésed. Ilyen az élet. Tehát, sámanizmus kifejezés a mandzsu tungus saman szóból származik, mely főnevet a sa, tudni tőből képezték. Így a sámán kifejezés szó szerint tulajdonképpen annyit tesz, az ember, aki tud. Tehát a tudó, tudni. Tehát ez egy képzett, de nem a sámán jelent, úgy, mint a magyar nyelven mondjuk tudós, vagy táltos, vagy javas, hanem hát az, hogy tudni. Tehát valaki valamit tudni vél. Tehát a tudó, rövidítve lehet képzés, különösebben képzés nélkül. És azért olvasom fel ezeket az idézeteket, hogy lássuk, hogy hát tényleg ez a tény. Idézem Szatmári Botond tanulmányát, sámánizmus etnológiai definíciójához. A sámánizmus fogalma akárcsak a hinduizmus vagy buddhizmus. Ez mit jelent? Tele vagyunk új időszakban szült fogalmakkal.
amit régen, ilyen, hogy hinduizmus, hol? Legfeljebb még Brahmanról a papról, Brahmáról a teremtő Istenről, Isten a papja, papja az Istene, még azt mondom, hogy ez korrekt. De buddhisták se hívták magukat buddhistának. Téraváda, Hinajána, Mahajána, Vajrajána, Chan vagy Zen. Egyszerű a, innen nézve a világ, ők a buddhisták. Nos, mindenki tudja, hogy ez körülbelül olyan, mint az iszlámon belül, hogy ki a szunita, és ki a síita adott esetben. Tehát minél messzebb vagyok, valami annál olyan egy masszába gyúrhatóbban jelenik meg. Minél közelebb megyek, és az ember megdöbben. Úristen, semmit nem tudok a világról. Hogy gondolhattam, de én megsértődök azon, hogyha valaki messziről jön hozzánk, és én általánosságokat pufogtat, akár rólunk, akár bármi másról, vagy egy más vallásról lévő, mondjuk akár a kereszténységről. Abban a pillanatban érzékenyek vagyunk. Az, hogy mi naponta gyakoroljuk, az még csak véletlenül sem szokott beülni. Tehát shamanizmus fogalma, akár csak a hinduizmus vagy buddhizmus, európai találmány. Ha nagyon szemtelenül akarnék fogalmazni, az internacionalizmus, multinacionalizmus és a globalizáció jegyében. Tehát a tájékozódás nem elősegíti, hanem leépíti. És nem is annyira rövid távon sajnos. Az egyes shamanisztikus vallású népek számára e fogalom a legutóbbi időkig ismeretlen volt. Tehát ez mit jelent? Hivatalos oktatási rendszer, média és a tudományos világ, nyilván, hogy egyszerűbben értsen meg dolgokat, tehát összemosni, és akkor nem lesz probléma, egy szakdolgozatban nem kell megkülönböztetni azt, hogy a káma bőtől mitől különbözik. És akkor a pénz az ablakban van, ahogy mondani szokták. És végeredményben majdnem túljutunk az első nagy szakaszon, de még visszatérek az 1970-es évekre, mert a kicsit idősebbek, azok látják, hogy azóta ez a fogalom mekkora utat járt be. Úgymond az egekbe magasztalástól, hát az ilyen oldalirányból, rugdosás, gáncsolás, nem értés, félreértés, ez nem mindenkire vonatkozik, de kiderült aztán valami, hogy tulajdonképpen a sámánizmus, mint ősvallást, magyar ősvallással miért akarták egybe keleszteni. Nagyon egyszerű a dolog. De a 19. században annál primitívebb vallási formációt nem ismertek. Tehát ez mit jelent? Hivatalos, és nem az nemzet ügyét szolgáló hivatalos kutatás, milyen példát keres? Hát ami lehetőleg jó primitív. Most a primitív mást is jelent, de ez megint egy külön kérdés. Ez jó lesz a magyar, hogy úgy mondjam, ősvallásnak. Hát sámánkodtak, mi más tudtak volna csinálni. Igen, ám de azóta kiderült valami. Ez egy hallatlanul magas lelki kultúra. És gondolom észrevettük, ahogy szépen kezdett kiderülni, hogy az idézőjelben a sámánizmus, mert én is így beszélek, azért ott hatalmas nagy lel. Nem biztos, hogy a tárgyi civilizációba fognak ezek a belső élmények materializálódni. Megmaradnak lelki élményként. Abban a pillanatban a sámánizmus is szépen kezdett lekerülni a napirendről. És erre nagyon jó szolgálatot tett az úgynevezett városi folklór értelmiségi körökben, Hoppál Mihály is használja ezt a kifejezést, városi sámánizmus. Tehát ez mit jelent? Megérkeztünk. Mi vagyunk azok. Bele kell nézni a lelkiismeret arany tükrébe, hát tulajdonképpen így gyakoroljuk. Egyikünket se a pusztán hívott el mondjuk egy elhívó hatalom, hanem olvastunk néhány könyvet, tetszettek ezek a könyvek, baráti társaságok alakultak ki, nemzetközivé lett a világ, 2 hétre Mongóliába lehet utazni, vissza lehet jönni, 3 hétre a Dakoták rezervátumába lehet utazni, vissza lehet jönni, és vannak olyan kiváló
néprajzosok, ilyen volt Carlos Castañeda, Don Juan tanításai. Hát aki néprajzos volt. És mai napig vitatott, hogy az a főszereplő a könyvében, ez a Don Juan, úgymond ez az amerikai indián sámán, ez létezett, vagy nem létezett, vagy ő kitalálta. Egy biztos, ő nagyon sokat tudott, rendkívüli képességű emberekkel találkozott, és írt belőle egy regényt. Ugyanakkor onnantól kezdve valószínűleg egész jól gyarapodott a magán élethez szükséges javadalmi háztár, mert érdekes módon ezeket a könyveket magyar nyelvre mindig lefordítják. Gondolom észrevettük. Tehát ami beletartozik ebbe a kicsit hígabb, nagyon édes, nagyon varázslatos szövegkörnyezetű művekbe, ez a nesze semmi fogd meg jól, de elvarázsol, csak igazi tudást és tájékozódási lehetőséget nem ad, mert inkább regény. Na, ezeket mindig megkapjuk. Maja proféciákat megkaptuk. Maja csillagászatról magyar nyelven én még egy könyvet nem olvastam, hogy érthető legyen, ami tényleg hitelt érdemlő. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy folyamatos butítás. Ugyanakkor meg van egy folyamatos, ki vagyunk éhezve ezekre a misztikus, igaznak vélt, rendkívüli, mert itt tényleg nagyon nagy dolgok találhatók és érhetők tetten. És például Latinovics Zoltán a maga idejében a hivatott színész, tehát mi a színésznek a feladata, tehát az, hogy beleélni magát a szerepbe, tehát ez azt jelenti, hogy átformálja a saját személyiségét annak érdekében, hogy valakit meg tudjon idézni maga helyett. Hát ha nem tudja megidézni azt, akit eljátszik hitelesen, akkor azt mondjuk, hogy ripacs. Na most sámán mesterségnek nevezte teljes joggal ezt a megidéző képességet. Tehát még egyszer előtérbe szeretném állítani, megvolt ennek a rangja, és ma azért nehéz ellene beszélni, mert beivódott. Miért? Mert nemzedékek nőttek fel azon, hogy a sámán és a táltos tulajdonképpen az. És nemzedékek nem azon nőnek fel, amit Diószegi Vilmos is elmond, mandzsutunguz nyelvjár, de egy nyelvjárás. Ezt tulajdonképpen ezt megcsinálták, ezt a fogalmat. Hogy mással ne kelljen foglalkozni. Hogy ne legyen személyes jelentése annak, lebegjen. Úgyse fogja tudni, hogy mi az, hogy sámán. És azóta vitatkoznak, hogy a szanszkrit nyelvből származhat-e. Hát bárhonnan származhat, nem ez a lényeg. A kám már sokkal szívhez szóló. Miért? Mert ez a kánnak a névváltozata. Na most érdekes módon, miért nem ezt ültették át? Nyugodtan beszélhetünk kámizmusról is, meg kámról. Miért ezt? Miért? Mert ez már sokkal többet elárulna magáról, miért? Mert sokkal többen ismerik, kevesebbet lehet hazudni. A név birtokában, hogyha valaki maga elé teszi. Egy biztos, a kám az tényleg a kánnak egyfajta jelentés változata. Tehát szakrális uralkodó, hivatása pedig. És a sámánnak is egy 30-40 vagy pár száz fős közösségben mi a feladata? Összetartani a közösséget. Mikor volt a magyarság 30-40 pár száz pár ezres közösség? Na erre varjunk már 3-4 gombot, lehetőleg minél hamarabb. Táltosunk van, világos? Nemzettudat fenntartója. Annak a nemzetnek az a kohézió összetartó erő. Hát ha idegenre cserélem, az hatni fog. Hát mindenki tudja, hogy két kavicsot ide teszek, az egyiknek ez a hatása, a másiknak az a hatása. Egy növényt onnan oda teszünk, belehal, visszahozzuk, újra kivirágzódik. Nem lehet szórakozni a mindenségben. Azért az a neve, mert rá azok a szabályok vonatkozik. Nomen est omen. Az lesz a sorsa, az lesz a feladata, az lesz a megszólíthatósága. És villoghatunk, miért ne villoghatnánk? Ha mondhatjuk a sámánt, de egy évszázad óta terjedt el. Tehát ez mit jelent?
magyar nyelvi emlékekben soha ilyen fogalommal nem találkozunk. Miért? Mert hol volt, hol nem volt, soha nem volt. Mit nem lehet ebben megérteni? Kámmal viszont már találkozunk meglepő módon. Bővel is találkozunk, bőven. Hát akit bűbájos, bűvölő, bávoló, bájoló mesterséget gyakorol. Ez nem a mézes mázosságot jelenti, nem csak egy hipnotikus hatást. Lehet érezni, hogy bizony például ez a bőre hangtani és fogalmi úton viszont visszavezethető. Na igen, ám, de ez már megint egy sokkal nagyobb kulturális egység és nagyobb név. Hát mongol Burját területen. Tehát gondoljuk végig, hogy Lapföldtől Kamcsatkáig gyakorlatilag több ezer kis népet lehet felsorolni. Tehát a Manysi Hanti még tulajdonképpen a nagyok közé tartozik, például finnugornak titulált népek körében, mert most talán 30 ezeren vannak. Tehát gondoljuk végig ezeket. Képzeljük el, Árpád vezér bejön 30 ezered magával. Mi történt volna itt? Majd lesz egy órányi szünet, és akkor táplálkozás közben úgy végig lehet gondolni. Tehát a nép az nem törzs. A magyar az beláthatatlan évezredes múlttal, mint nép jelenik meg a világtörténelemben. Tehát én nagyon szeretem a hopi indiánokat, a mohikánokat, a delavárokat, az írókézeket, mindenkit nagyon lehet szeretni. De az ő rendkívüli képességgel megáldott emberük a saját etnikai közösségét fogja szolgálni. Ha milliós nagyságrendű, akkor azon a szinten. Ha pár száz emberről van szó, azon a szinten. És gondolom érzékeljük, milliós nagyságrendben népet összetartani, sokkal több szempontot kell figyelembe venni. Tehát nem lehet leegyszerűsíteni. Dobolhatok éjjel-nappal. Hát a ménes is szét fog ugrani. A birkák is azt mondják, most a pásztor megőrült. Kapcsolja már ki a walkmanjét, vagy valamiét. Tehát, hogy érthető legyen mindent a maga helyén. Mindent a maga megfelelő hőmérsékleti évben fényárnyékkal, miért ez életet keressük. És az élet hihetetlen változatos módon az egyenlítő felé már úgy burjánozva, hogy már túlszalad, sarkok felé pedig lecsupuszolva, hogy már semmi nincs, marad a mérsékelt égő. Ahol viszont hihetetlenül változatosan és nagyon szép kozmikus ütemben tud kiáradni és visszahúzódni. De még valami. A Kárpát-medencének megfeleltethető földrajzi egység Eurázsiában, jelen pillanatban még a Tarim-medence volt ilyen Ázsia belsejében, nincsen. Sivatagok vannak tőlünk keleten. Kárpát-medencében még mindig hihetetlenül gazdag az élet. Tehát ez mit jelent? Ha itt valaki valamit tenni akar, sokkal több mindent kell egyszerre figyelembe vennie. Ez lehet áldás, lehet átok, de egy biztos, ha nem veszi figyelembe, nem tudja a népet szolgálni. Mert nem olyan egyszerű, hogy ütjük a dallamot. Messze nem ez a hozadéka az ügynek. És akkor felmerül kérdésként, hogy használta-e a táltos dobot. Na most nem is kellene erről beszélni, miért? Mert kár erőlködni. Tehát táltos, valószínűleg, ha olyan kedve volt, akkor beült egy lokálba és dobolt egyet, ha olyan kedve volt, hazament, és akkor a szitán kicsit pengette az ujjait, miközben bab varázslatot vagy jóslatot alkalmaztak. Petőfi mindenen dobolt, hogy érthető legyen. Dobolt az ablaküvegen, dobolt a bútoron, miért? Mert a versek ritmusra születtek. És nem sámán volt, hanem garabonciás többek között. Tehát a ritmus itt van a szívünkben, mindennek van egy ritmusa. Na de ettől még nem fogunk utazni, mert ez nem a mi útunk. Tehát táltos, gyakorlatilag eszközt, rendelkezésünkre álló tudás szerint
külsődleges eszközt, legyen az bármi, zeneszerszám, hangszer, hát ugyanarról van szó, vagy valamilyen olyan segédeszköz, amit viszont a sámánizmus, most én is így nevezek, mert a kám is használja, és a bő is használja. Bármennyire hihetetlen. Révüléshez. Hogy minél hamarabb elérje azt az állapotot, bizonyos növények esszenciáit, vagy hétköznapi szintű alkohol mennyiséget el fog fogyasztani. Hát én még ilyen táltossal az életben nem találkoztam. Neki az az útja, az idevalónak nem az az útja. És mivel ugyanaz az ég van fölöttünk, mert az ember általában úgy jelenik meg minden ember, van két szeme, van orra, van szája, most látom, mindenki nézi egymás arcát, hogy tényleg így van, van álla, van koponyája, ezen belül mindenki egyforma. Mert a szeme nem fog ide átkerülni, hogy már meguntam, hogy innen nézem a világot, meg egyáltalán egyik legyen a fejem tetején, mert most már felfele is szeretnék látni, a másik meg a nyakcsigolyánál, egyébként vannak itt érzékeny pontok, csakrapontok, az meg legyen ott. Nem. Tehát ezen az általánosságon belül mi most nem azt, mert nem tudunk tovább lépni. Keressük azt a különbözőségeket, amik tőlük nem elválaszt, hanem kivétel erősíti a szabályt, ugyanúgy egymásra találhatunk. Az emberi beszéd. Gondoljuk végig. Mindenki ugyanott képzi, ugyanúgy jönnek a nyelvek. De nem értem, ha szanszkritül beszélnek. Pedig majdnem, hát nyilván a hangokon belül lehet módosítás, ott már hihetetlen nagy a változatosság. És nem mondhatom azt, hogy tegnap szanszkritül beszéltem, és mint tudjuk, az magyarul beszéltem. Mert ha magyarul beszélek, magyarul beszélek. Ha szanszkrit nyelvet, akkor szanszkrit nyelven. De már annyiszor végigjártuk ezt, hogy most már én is úgy látom, hogy hagyjuk ezt a nekifutási lehetőséget. A táltos fogalom viszont 15. századi nyelvi emlékekben már megjelenik. Tehát gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Sámánról magyar nyelvű írásos hagyomány, addig, ameddig el nem tudom, hogy fölfigyeltünk-e arra, amit felolvastam, mert ha nem figyeltünk fel arra, amit felolvastam, nem lesz egy órás ebédszünet. Mert akkor mindig onnan kell kezdeni. Tehát a sámánizmus fogalma európai találmány. Világos? Tehát nincs. Mint az orvosságos ember, nem a zulu harcos nevezte az ő törzsi varázslóját medicinmannak, hanem a német etnográfus, világos. És ha valaki ír egy könyvet, és mondjuk vannak érdekeltségek, lefordítják világnyelvekre. És akkor szépen lassan, de azért mégis gyorsan elterjednek a csacska-pacska kép zeletek. És újra elmondom, hogy ráadásul még amit választottak, hogy sámán, még az is gyakorlatilag a keleti népek szempontjából egy töredék nép a mandzsu tungus. Annak is vannak evenkitől kezdve ágazatai. Akkor miért nem a kám? Akkor miért nem úgy mondják, hogy ugor-finn nyelvrokonság? Miért finn-ugor? Hát a magyar, ami az ugort jelenti ebben, az jelen pillanatban is nagyobb, mint a finn és az összes többi nép együttvéve. Tehát mi kiről fogják elnevezni? Tehát vegyük ezeket észre, mert nem fogjuk érteni sajnos ezeket a kicsit ilyen kellemetlen háttérinformációkat, hogy ilyen az élet. A tananyagot Magyarországon Mária Terézia óta hivatalosan, hát nem nagyon szeretik azt, hogyha Magyarországon magyarul állítják össze a tananyagot. Majd megcsinálják. Tehát, gyors vallástörténeti kitekintés. László Gyula. Na most László Gyula kortársa Diószegi Vilmosnak, régész, történész, hát szép időt élt meg, már elhunyt. Ő volt a kettős honfoglalás elmélet, nem is elmélet, azt hiszem tények, régészeti tények is. Alátámasztják a megalkotója, megálmodója és létrehozója, de krónikás és régészeti hagyományok alapján kijelentette,
hogy tulajdonképpen a késő avarok és a kora magyarok etnikailag egyetlen egy népet jelentenek, tehát a magyar nem 895-ben jött be a Kárpát-medencébe. Már előtte is itt van. Azért ez 1945 után gondolom tudjuk, hát elég bátor, hogy úgy mondja, megalapozottság. És például László Gyula nem egy tanulmányában, hát kicsit majdnem a jó modorát elveszítve kikérte magának, de nem csak magának, az egész nemzet nevében, hogy Diószegi Vilmos a táltosta sámánnal azonosítja és összemossa. És újra elmondom, mert valamire figyeljünk föl. Diószegi Vilmosnak az életműve, tévedni emberi dolog, kiállt az idők próbáját, az összevetés állt hadilából. Tehát ott elbuktatta saját magát. László Gyula tevékenysége kiállt az idők próbáját. Ő hol tévedett nagyot, ugyanúgy iskolát teremtett, és ez a két nagy tulajdonképpen a téveszmék körét hívta életre Magyarországon 70-es évektől napjainkig. László Gyula tévedni emberi dolog. A honfoglaláskori viseletet rekonstruálta. Na most azóta barátaink úgy öltöznek be hagyományőrző rendezvényeken, ahol elődeink soha nem öltöztek. És ha meglátná ezt Árpád vezér, valószínűleg azt mondaná, hogy gyerekek, milyen jelmezbából kölcsönöztétek ezt? Ez nem viselet, hanem jelmez. Tehát figyeljünk oda a nemzetnek, jelen pillanatban a nagy téveigési lehetőség. Két kiváló koponya, ahogy mondani szokták, nagy emberek kis tévedései, azok sokkal nagyobbak, mint a kis embereknek a nagy igazságai. Persze ez csak egy gyógypedagógiai mondat, mert tud terjedni. És érdekes módon László Gyula életművéből nem a lényeget engedték terjedni, hanem szinte iparág fejlődött arra, hogy őseink olyan viseletbe járhatnak, és maga László Gyula írja le, hogy ő a mongol viseletből indult ki. Na most Mongólia Dzsingis Kán idejéig nem létezett. Mongol történészek elmondják, hogy a mongol nép, ez nem ilyen nép nincs is. Amikor a törzsek egyesülnek, akkor gyűjtő nevet kapnak. Hát ezért, hogy érthető legyen, negyedik Béla egy batukánnal, miközben a kunaki hun és nagyon régi nép, és cselvető módon lemészárolták kötöny fiait és a kun vezetőség fiait a mongol-tatár hadjárat idején, úgymond a szülők előtt, hát akkor felmerül kérdés ki, hogy nekünk kik a közelebbi testvéreink? A mongol-tatár birodalom képviselői vagy a kunok? Véletlenül nem az, akiket befogadtunk. Mert ma lehet ám hallani, hogy hát Bélának át kellett volna őket engednie. Ezek a szegény harcosok csak az Atlanti óceánra akartak kijutni. Tényleg a szívem megszakad, van egy probléma, ide akartak jönni, világos? Miért? Maga negyedik Béla király írja Ince pápának. Miért nem ezeket a leveleket ismerjük? Akik a világtörténelemben, most saját szavaimmal mondom, világuralomra törtek, mindig a mi hazánkat próbálták meg elfoglalni. Miért? Mert nem a periférián van. S ráadásul, ami az élethez kell, a minden megvan. Hát aki járt Mongóliába vagy a pusztán, Kazakisztánban megerősíti, hogy ott egy birkanyáj vagy egy szarvasmarhacsorda megmaradjon, szinte egész nap 10-20-30 kilométeres távolságokat kell beutazni. Világos? Nem azért nomadizálnak, mert akkora a szabadság, hanem mert menni kell, hogy ne halljanak éhen. Itt gyakorlatilag a Miklós kertjébe ugyanez a csorda egész évben el tudna legelni. Na ekkora a különbség gyakorlatilag. Egyszer nem fogjuk fel, hogy hol élünk.
Tehát valamit elvettek tőlünk, ez vitathatatlan, és onnan akarjuk visszakapni, ahonnan az életben nem kapjuk vissza, mert tőlük is sok mindent elvettek, és egy magyar ember keletre kijön, kimegy, akkor nem azt várják, hogy ő kövesse őket, hanem egyből meghajlás van, hogy ti valami nagyon nagy dolgot tudtok az életről. A szegény turista megnézi, hogy én, a buszjegyemet nem tudom kilukasztani a buszon. Azt sem tudom, melyik felét hova dugjam adott esetben. Gondoljuk végig, hogy tőlünk keletre, India, Kína területén, Mongólia területén, Kazakisztán, Kaukázus, Irán területén, Azerbajdzsán, Törökország. Ez a név, hogy magyar, ott egyből a legnagyobb szolgálatkészség jelenik meg. És nem azért, mert azt akarják, hogy szent emberünk legyen már sámán, hanem nekünk is az. Már a bő is elég szűk már nekünk, tehát nem kell. Tehát valami még él az emberiség körében áll. És ezt figyelembe kell venni. És láttunk helyi mongol viseletet, fejedelmi. Na most László Gyula, ahogy rekonstruálja, mert az viselet, az egy népnek a viselete. László Gyula sem Mongóliába ment, hanem könyveket lapozgatott. És nézte, hogy milyen lehet egy kaftán. Hát hangsúlyozom, most nem ellene akarok beszélni, de egy biztos, tényleg a lovon egy szabad mozgás kell. És mindig elmondják, hogyha a lovas leszállt a lóról, mennyire sebezhető volt, hát akkor, ha nem magyar volt, bármennyire hihetetlen. Tehát az, hogy leszállok a lóról, és akkor minden... abban a pillanatban mozgásképtelenné válok, a viselet pont azért alakul ki, mert mindent lehetővé tesz. Minden irányú viseletet. És egy viselet az egy méltóság. Jelen pillanatban Kárpát-medencében együtt, tájegységre lebontva, színesebb, gazdagabb a néphagyomány viselet világa, mint Indiát, Kínát beleértve, Mongóliát, Tibetet egész keleten. Zárkozzunk föl! Egyszerűen fogalmunk nincs sajnos néha dolgokról. Könnyű ezt mondani. Mi az, hogy japán népviselet? Nézzünk kínai filmeket. Érdemes. Ha történelmi film és eljut a 17.-18. századig, miben jelenik meg a kínai? Ilyen kék munkás ruhában. Nincs már kínai viselet. Ha Kínába elmegy valaki és viseletbe lát valakit, az nem kínai, hanem nemzetiségi. Na most ezek a töbletek. És ha a töbletekből engedünk, kapunk érte üveggyöngyöket, mert az mindig bővében van, elvarázsolnak szavak, ez maga a varázsló, Mário is a varázsló. Tehát nagyon könnyű elvarázsolódni. Miért? Mert az enyémet nem tudom megtölteni tartalommal. Akkor a másét bármikor elfogadom, mert van egy tudatalatti megfelelésig, akkor nem is kell megtölteni. Ő se tudja, hogy mit jelent a sámán, én se tudom, tehát sámánok vagyunk. Meg mindenki sámán volt. Na, túl van a dolog tárgyalva, és a másik oldalon pedig Diószegi Vilmos megint hatalmas munkássága adta nekünk a sámánt. Rekonstruált viselet plusz sámán 21. századi nagy nemzeti összejöveteleknek a úgymond identitás tudatképe. Na, ez nagy túlzással mondtam, gondolom tudjuk, tehát vitathatatlan dolog, hogy így nem lehet lesarkítani, csak mégis érzékelni kell. Na, nézzük László Gyulát. Még a magyar ősvallás kutatója a múlt században még nagyon helyesen, a múlt század neki a 19. századot jelentette még. Teremtőtől kezdve figyelték a vallásos jelenségeket, a 20. század kutatói kiszűrték a kereszténységben meglévőt, elképzelt ősvallásunkból. Csak azt kutatták, ami rajta kívül rekedt. Róhelyem Géza már megmaradt a rontás varázslat körében. Mitikus lényekben is, a nagy ünnepekben is csak azt kereste, ami bennük nem keresztény. Mintha eleve feltette volna, hogy régi hitünkben semmi olyan nem lehetett, ami a kereszténységben is megvan. Ha a tételt így sarkítjuk, rögtön kitűnik, elfogadhatatlan volta. Tehát röviden, a sámánizmus nem vallás. Soha nem volt vallás. Ez egy képesség. És bárhol megjelenik ez a képesség, ez lehet bármilyen vallás, iszlámon belül például a szufi.
renden belül találkozunk, a dervis mozgalmak táncolnak, forognak, extázis alakul ki, és akkor történik valami. Mindenhol jelen van az a törekvés, hogy magasabb szinten próbáljam a világ dolgait áttekinteni. Viszont ahhoz a testből ki kell lépni. Mármint a léleknek. És a kérdés, milyen technikával lép ki. Tehát ez nem vallás, a sámánizmus. A legkedvesebb egyik példa, ezt Pap Gábor szokta használni, a Avilai Szent Teréz. Hát az látomásos szent. Megnézzük a látomások ideje alatt, hogy a fizikai teste. Tehát nem azt nézzük, hogy miről beszél, tipikus sámán jelenség. Szent Ferenc. A stigmák. Sámánizmusban és a táltosoknál is. És Szent Ferencnél is. És Pió atyánál is. Van egy olyan szint, egy, most így fogalmazok, de ebbe is bele lehet kötni, a révülésnek, hát amikor vért izzad valaki. Mondani is szokták. Tehát megszenvedi a dolgokat. Ezért van az, és ez egy nagyon Xenoftov művéről van szó, és Diószegi Vilmos is idézi, hát megint csak Pap Gáboron kívül a lényegét nem nagyon emelték ki. Kiderül, hogy Jakut területen is például, burjátoknál is, a sámánt, most nyilván a kámról van szó, vagy a bőrről van szó, most figyeljünk, Kresztesznek hívják. Kresztesz. Na kinek a nevére rímel rá ez a Kresztesz? Hát na erről van szó. Miért? Mert gyógyítani kell, halottat kell esetleg halálos betegségből szinte feltámasztani. Na ezek a döbbenetes tételek. Soha nem felejtem el, még ifjú korban vallástörténeti műsor volt a televízióban, és néztem. És Komoróci Géza Mezopotámiáról és júdeai hitvilágról tartott ilyen tévébe előadás sorozatot. Már a 70-es években is volt ilyen, hogy ilyen Mindentudás Egyeteme, vagy a Csuda Tudja, akkor éppen hogyan hívták. Ilyen népszerűsítő vallástörténeti, kultúrtörténeti műsor. Következőt mondta, az Ószövetség profétái sámánok. Tehát a sámán és a proféta, na most gondolom észrevettünk valamit. A táltos és a sámán, miért? Mert van egy felszín. Hozzá kell tennem, hogy aztán 80-as években ilyennel már nem találkoztam. Miért? Mert pillanatok alatt zárult egy védelem. Tehát a mi táltosunk, az lehet sámán. Na de aztán nehogy már, azért tudod mikor, még csak véletlenül sem. Hát jövendőt mond, profétál, elragadtatása van, látomása van. Hát ezek emberi dolgok, mint hogy lélegzünk. És hangsúlyozom, specifikus feladatok. Képzeljük el, Andok 5-6 ezer méter magasság. Hogy fog a falu indiánja leszaladni mondjuk a partra, hogy az állatorvost felhívja? Érteni kell mindenkinek mindenhez, és azon belül vannak, akik tényleg elhivatott módon a nagy bajt is tudják orvosolni, de ha a kis bajt mi tudjuk orvosolni, akkor nem kérjük az ő segítségét. No, megyek szépen tovább. Megint László Gyula. A magyar nyelv, nyelvtudományunk hivatalos álláspontja szerinti legősibb honfoglalás előtti muszavaival akár az egész Bibliát is le lehetett volna fordítani, annyira sokrétűek a hitképzet körében. Na most ez mit jelent? József Attila verseit sem lehet akármilyen nyelvre lefordítani. És ez a nyelv lehet akár a francia vagy a német. Tehát mi azt hiszük, hogy minden nyelv megközelítőleg hasonló szóállománnyal és gazdag világgal rendelkezik. Tehát az úgynevezett perem népek nyelvére, tehát a hópehelyre van 300 szava. De bizonyos dolgokra meg nincsen. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy mivel a beszédkészség az ott van, szeretnénk mondani, de nincs miről. Tehát, és van hó, akkor a hó színét mi, hát elájulhatunk, körülbelül 300-as nagyságrendben tudja mondani. De itt a Kárpát-medencében, vagy máshol, ettől nem lennénk boldogabbak.
hogy érthető legyen. Tehát lényegi dolgokról. Nem is annyira a szó kincs bőség a lényeg, hanem az, hogy telibe tud találni dolgokat, vagy nem tud telibe találni dolgokat. És gondoljuk végig. A magyar nyelv már, mert azért lehet tudni, hogy nem tegnap előtt alakult ki. Hát értjük az ómagyar Mária síralmat, értjük Árpád-kori megmaradt nyelvi emlékeinket. William Shakespeare művét, amikor írja a 16. században, ma külön el kell látni fordítással, hogyha valaki színházba megy, hogy egyáltalán, hogyha eredeti nyelven adják elő, hogy meg lehessen érteni. A egységes német nyelv használat Németország területén mikor alakult ki? Minden germanisztika szakos tudja, csak olyan botrányt okozna, hogyha egy kicsit tudatosulna bennünk, hogy az egész nagy csoda a televíziózás révén. Hát ki az, aki ismeri mondjuk Franciaországot, és el lehet mondani, hogy mondjuk ugyanazt a nyelvet beszélik Dél-Franciaországban, mint Párizs környékén. Menjen el valaki Angliába. Egyik faluból valaki átmegy a másikba, már nem biztos, hogy egymás megfog. Angol nyelv, hogy érthető legyen. Mi megértjük egész Kárpát-medencén belül. Na hát ez megint csak egy adalék, hogy most nem a kereszténységen van a hangsúly, hanem más a vallás, és más a rendkívüli képességekből kialakult közösségi életnek a megszervezési lehetősége. És mindjárt egy kicsit jobb vizekre térünk, mert most jön egy meglepetés, akkor nézzük meg 19. század Ipoly Arnold, aki római katolikus pap volt, pályafutása végén Nagyvárad püspöke volt. Könyvének címe Magyar mitológia, 1850-es években jelent meg. Na most római katolikus pap, 19. század, olyan mondat, hogy a pogányságot a kereszténységgel szembefordította volna, vagy egyiket úszította volna a másikra, elő nem fordulhat. Ez nem azt jelenti, hogy előtte mindig így volt, csak úgy figyelmeztetnék, mert most megint valahogy úgy kezd lenni, hogy könnyű úszítani. Hát én magam is meglepődtem. Most tényleg nagy figyelmet kérek. Ezen főpapi nevek, mint érsek, ösperös, milyen neveket használtunk? Ma ki a magyarországi egyház legfontosabb méltósága? Milyen rangban van? Ketten vannak, sőt már hárman, de eredetileg csak kettő volt. Az esztergomi és a kalocsai érsek. Na most mit mond egy római katolikus papa 19. században, aki tud latinul, görögül, héberül, németül, magyarul? Mit mond? Olvasom tovább. De azért még egyszer elkezdem. Ezen főpapi nevek, mint érsek, esperes, tehát ösperös, figyelmeztetnek bennünket ismét azon főpapságra, minőt a kádári, különösen a rabonbáni, gyulai és horkázi papfőnökség és szerkezet elünkbe állítanak, melyeknél fogva semmi kétség nem maradhat fent, hogy ősvallásunk nem csak nevezetes papi renddel, kitűnő papi főhivatalokkal is bírt. Tehát az érsek pogánykori papi méltóság név. Pont. Na most mondjuk meg ezt valamelyik kollégának 21. században. Hát nyilván meg fogja a görög eredetit adni, hogy az nem, az csak annak a fordításából egy ilyen magyarosított változat. Na most nem egészen erről van szó, hanem gondolom, figyeljünk, sámánizmus, vagy papi rend, szerves társadalom, nagy a nép, nem kis törzsi műveltségen belül vagyunk. Hát képzeljük el az Adriai tenger partjától, túl a Kárpátokon, a Szeret folyóig, mindenről tudnia kellett mindenkor, mindenkinek ebben az országban. No, tehát, érsek, esperes, torda, kádár, ez papbíró, gyula, rabonbán, tárkány, horka, buda. Na most ezek őspapi nevek is.
Mert a bíró az ugyanúgy papi testület volt. És a Torda például, és a Kádár, most már családnevekben, nem zetségi nevekben is megjelennek, de a Gyula is méltóságnév volt. Az erdélyi Gyula, Kárpát-medencén belül Szent Istvánig, tulajdonképpen főhatalomnak számított. De a mindenkori magyar vezérnek, hogy úgy mondjam, lent volt. De méltóságnév volt. Kündő és Gyula. Hátkend. És mind a kettő már gyakorlatilag átment a nevek világába. Gondolom észrevettünk még egy nevet, akit egy testvérpárral kellett volna említeni, és az ország fővárosának is a névadója. Hát Buda. Mit keres itt Buda? Hát úgy, hogy keleten, Mongóliában is, Kínában is, vagy ha Kínában vagyunk, akkor belső Mongólia, Mongóliában külső Mongólia, Buddhát nem Buddhának hívják, hanem Budának. És jó, hát véletlen egybeesés, igen ám, de Galeotto Mátyás király idején leírja. 500 több, mint 5000 éve lehet tudni. A baráti körben, főleg ilyen intellektuális budapesti társaságban valaki előhozza, akkor doktori és professzori rangú illető le fogja úgy szólni, hogy ilyen butaságot, ilyen déli bábozást, ilyen álmodozást. Hát ez képtelenség, ilyen nincs. És ilyenkor mit kell mondani? Hallgattál volna, okosabb maradtál volna. Mert van. Ráadásul a kor egyik leghíresebb humanista tudósa írja le, Mátyás király fiának írt kis erkölcs tanító könyvében, tehát Korvin Jánoshoz szól a mű, és végig Mátyást, mint a fiúnak édesapját példának állítja be Mátyás királyt, és különböző történeteket, tanmeséket mond el, amiből tanulni és okulni lehet egy trónörökös királyfinak. Buda, a magyar királyi főváros honnan kapta a nevét? Hát mi egyből mondanak, honnan kapta? Attila testvére Buda, Attila megkéri Budát, hogy Szikambriát, Buda a testvére, amíg ő hadjáratban van, hát erősítse meg és építse meg, és róla Attila várának nevezze el, de a magyarok ettől eltekintettek, és tulajdonképpen Budának hívják mind a mai napig. Na most ezt mindenki tudja. Nekünk azt kell tudni, hogy Attila testvére Buda kinek a nevét kapta, mert a Buda az nem személynév. A Buda az nem családnév. A Buda az egy méltóságnév, szellemi méltóságnév. Tehát olyan, hogy mi tudjuk azt, hogy Szent László, és egyből van kire gondolnunk. De ha valaki csak László, és nincs előtte a Szent, akkor sejtjük, hogy nem Szent Lászlóról van szó. Sántít a hasonlat, de a budaság az egy elért tudati szint. Tehát aki megvilágosodik, pontosabban felébred, az elérte a budai méltóságot. Tehát ez sok Buda van, és maga Kőrösi Csoma Sándor is bodhiszattvai rangban szerepel Japánban, bodhiszattvai rangban. Persze ezt mindig próbálják elkenni, hogy ez nem úgy, az véletlen. Japánban azt véletlenül mondták, nem kell komolyan venni. Hát azért nem biztos, hogy nem kell komolyan venni. Attila az aktív életvitelnek volt a képviselője, Vita Activa, Buda pedig az elmélyült életvitelnek volt a képviselője. És írja Galeotto, Buda egy indiai királyfiról kapta a nevét, aki Jézus születése előtti 5.-6. században élt, pont. Honnan kapta Buda a nevét? És ezt Mátyás király udvarában is így tudták. Tehát ez azt jelenti, hogy vallástörténeti úton, én nem azt mondom, hogy Buda buddhista volt, mert nem így gondolkoztak a régi emberek, de egy biztos, azt a méltóságot viselte, amit buddhizmustól függetlenül is talán minden magasztos felébredett embernek adtak. És ezért van az, hogy a vallásalapító Budának viszont Siddhartha Gautama a neve. Van becsületes neve. És Shakyamuni a másik. Shakya pedig mit jelent? Szkíta, a muni az pedig bölcset,
magyarul szkíták bölcse. Bármennyire hihetetlen. És hogy nevezik a krónikások a magyar népet? Szkítának, vagyis hunnak, azaz magyarnak. És érdekes módon, majd látni fogjuk, ha mi ősvallást keresünk, nagyon egyszerű az ügy. Veszkítának tartanak bennünket a krónikás hagyományok, szkítának a mondai, hogy még csak nem is hun, figyelmeztetni kell. Az már egy kibontottabb állapot lesz. Eredendően az alapot a szkíta képviseli. Ókorban melyik népet tekintették a világ legősibb, legrégebbi népének? Nem az egyiptomit, hanem a szkítát. Na megint itt vannak a problémák. Hát ez azért túl szép és magasztos múlt. Azért csak nem gondoljátok komolyan. Hát szittyának hívják magyarul, szakának Perzsiában, és a lényeg az, hogy szkíták vallásának is nevezték a buddhizmust, most egy egyszerű kitétellel élek, mert az első tanítványok sákják voltak. Tehát ez az indiai, hát északon vagyunk, de tulajdonképpen szkíták. Amikor ősvallásról szó van, képes krónika, Nagy Lajos idején készült, mivel krónika vallási kérdésekről nem nagyon beszél, de azért beszél. Ott van egy elképesztő pillanat, Lehel és Bulcsú kapitányok kivégzése. Mindenki ismeri a történetet. Augsburgi csata, árulás, törbecsalás, elfogják a vezéreket. Most Bulcsú a világ legnagyobb hadvezére volt, tehát valószínűleg ez nem a hadjáratban elkövetett hiba, hanem egy naivitás. Egy adott szónak hitt, aminek nem kellett volna hinni. Miért? Mert ünnepi ornátusba fogják előtt. Német források mondják el, hogy a viselete aranyszövésű volt, aranycsengők voltak rajta. Na most úgy eltűnődök, hogy megyek a csatába, és így csöngedezem közben. Lengedezem. És pontosan már a csuda tudja, hogy hol a volt egy hatalmas nagy ezüst kereszt. Akkor most pogány vagy keresztény Bulcsú? Ezeket beolvasztották. Na de most jön a lényeg. 1358 képes krónika Nagy Lajos királynak íródik, és ismerős a történet, hogy akkor válasszal mondja Konrád, német-római császár, választhatok magatoknak halálnemet, vagy valami utolsó kívánság, és akkor mi az utolsó kívánság? Lehel kapitány, hogy a kürtövet még egyszer hagy fújjam meg. És figyeljünk oda, mert beszélő nevek. Vérbulcsú és Lehel. Na most a lélek melyik két területen tud megnyilatkozni? Az egyik az öröklődés útján, ez melyik lesz? Hát ez a vérbulcsú. A búcsújárás, ez nem csak hadjárást jelent. Másik a lehellet. Utolsó lehellettel elszáll a lélek. Itt tényleg lélekről lesz szó. Csak mi azt várjuk, jöjjön egy magyar krónikás, aki jó ezoterikus nyelven, spiritista szóhasználattal élve, lehetőleg antropozófiát is kielégítve, Atlantiszt és Gondvánát minden nap megemlítve, egyiptomi piramisokat állandóan hangsúlyozva, ufókat naponta megénekelve, mondjon valami érzékletes dolgot. Hát ilyennel nem fogunk találkozni. Miért? Mert pontosan tudják, hogy mi a lényeg, nem kell nekik a kalamajka oldalirányú operett felhozatal. Tehát mi szerepel? Adjátok ide a kürtömet, hadd fújjam meg. Oda viszik a kürtöt, odaadják, de Lehel egy mozdulattal fejbevágja a német-római császárt, aki azonnyomban meghal, és mit mond? Előttem mész, és szolgám leszel a túlvilágon. Na most ez elég érdekes megfogalmazás, főleg azok után, hogy azt mondja, hogy mert a szkíták hite szerint, hoppá, akkor ki volt Lehel és Bulcsú? Akkor volt vallásuk? Hát egy biztos nem sámánizmus volt. Hangsúlyozom, sámánizmus, mint vallás nincs. Ez tulajdonképpen egy eredendő képesség. És mindenhol szétosztva, és eredendő a probléma mondjuk a mohikánoknál is, az evenkiknél is, ha valaki elvész az erdőben vagy a pusztán, hogy találjuk meg?
Ha megbetegszik az állat, hogy gyógyítsuk meg? Ha valaki a törzsben bajba jut, hogy segítsünk neki? Rendkívüli képességekkel rendelkező hatáskör. És ez csak elhívással lehet gyakorolni. Tehát olyan, hogy jelentkezem, mert szeretném, se sámánnak nem lehet, se táltosnak, se kámnak, se vúnak, se bőnek. Miért? Hivatás. Magyar nyelv gyönyörű. Hivatás. Ez mit jelent? Hívjanak el. Tehát ha nincs elhívás, akkor nincs hivatásom. Amit használunk arra, hogyha valaki a munkáját hivatásszerűen, hivatásnak tekinti, már mennyire felértékelődik. De eredetileg ez egy elhívásra megy vissza. Na de, nagyon gyorsan akkor visszatérve, kiderült, hogy az eredeti latin nyelvű szövegbe olyan szó, hogy túlvilág nem szerepel. Megint a jelzés. Mert az, hogy előttem mész és szolgám leszel a más világon vagy túlvilágon, ez kicsit olyan, hogy mondjam, ebben még babonát bele lehet keverni. Mert a préri indiánok is hasonlóan gondolkoztak. És mivel kiváló latinosok fordították általában, László Gyula is tudott latinul, már említettem a nevét, soha nem nézték meg az eredeti szöveget, hogy mi szerepel, miért, mert akkora a bizalom mindenkiben a kollega irányába. In alio seculo. Ez pedig mit jelent? Korszakot jelent, évszázadot jelent, nem mindenik szekulumban születik főnix, mondja Zrínyi Miklós Mátyásról, nem minden korban, nem minden században születik főnix. Na most mi volt a szkíták hitének az egyik alaptanítása, ha lehet így beszélni? Előttem mész, most ugyanaz a helyzet, hogy te itt hozhatsz ilyen rendelkezést galád módon, de egy biztos, találkozunk még. Mikor? Nem a más világon, túlvilágon. Csak nem gondolod, hogy ott fogunk találkozni. Egy következő korszakban. És így szól, mert a szkíták hite Fides Scyti Corum. Szkíták hite. Tehát bizony van éppen elég nyomós vallás kutatása, tehát mit nem kutatnak? Pontosan azt, amit lehetne. Tehát szkíta hagyomány nélkül magyar ősvallás nem rekonstruálható, nem kutatható. Miért? Mert egyetlen egy népet tekintettek a középkorban szkítának, szkíta utódnak, és az nem a szarmata volt, vagyis a lengyel, nem a mongol volt, nem a kazak volt, hanem a magyar volt. Szkíta őstörténettel kezdődik. Majd Attila idejében jön ez a hun magyar. És a szkíta őstörténet, hogyha Nimroddal indul, akkor neki viszont van két Daliás szép fia, hunor és magyar. És a hunok, vagyis a magyarok meg tőle származnak. Kraus Sámuel írja, aki hát Héber kútfők alapján úgymond meg is jelent tanulmány kötete, vagy 120 évvel ezelőtt. Nagyon tanulságos egyébként, meg gondolom tudjuk, Hágárnak nevezik Magyarországot. Hát ez már gyakorlatilag biblikus alapon, meg kell nézni, ki volt Hágár. Melyik ágazatnak volt az ősanyja, és milyen korban? Tehát vannak azért izgalmas kérdések. Ő írja, hogy a szkíták vallását Nimród alapította. Pont. Na most figyeljünk, ha a rabbinikus hagyomány így tartja, akkor érdemes utána járni. Tehát van szkíta vallás, ha nevesíteni akarom, akkor a világ első királyától kell indítani özönvíz után, és az nem egy egyiptomi fáraó, hanem Nimród, akinek neve, Attila király címére gondoljunk, Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, nagy Nimród unokája. Tehát elmegyünk, hova is hirtelen akartam mondani, az eszterháziak váltották vissza Mátyás király halála után el árverezett kastély, most Ausztriához vár tartozik. Lényeg az, hogy első lépót idején Eszterházi Miklós visszaszerezte
Magyarországnak a várat, na ott van az Esterházyak családfája. És csak azért mondom, hogy van ilyen is. Tehát nem a mai irodalomból kell. Volt egy testvére, kiváló futballista volt, Esterházy Márton. Csak így a íróra gondolunk, hogy nem mindig csőlátásból kell dolgokat megítélni. Ott volt a családfa. Meddig megy vissza? 1600-as, 700-as években festik családfa. Nimródig. Tehát magyar hogy gondolkodott? Nimródig. Akkor nyilván a vallás nem útközben fogja valahol felvenni. De hát nyilván meg kell találni. Na most nézzünk meg egy olyan dolgot, hogy a mágus hova tartozik, és akkor nézzünk meg ilyen pogány ízű papi neveket. Táltos, tudós, tudományos, javaslátó, garabanciás, léleklátó, varázsló, vajákos, bűbájos, bölcs. Ezek viszont mind az ős valláshoz tartoznak. Mind a mai napig használjuk őket. A másik oszlopot ugyanúgy ős valláshoz tartoznak, eszünkbe nem jut érsek, ösperös, torda, kádár, tárkány, horka. Hát a tárkány az papkovácsi nevezet, méltóságnév, és etruszkoknak a vezetőjét is tulajdonképpen ezen a néven illették. Tehát itt vannak a nagy gondok. Na most ezeket sámára lecserélni? Csak hogy jól aludjak éjszaka? Szervezett, szerves társadalom, világhatalmi tényezőként, és kell a rendkívüli képesség. De én a táltos papnak tekintem, akkor tudni kell, hogy akkor a garabonciás is az. A tudós is az. Akkor tudni kell, hogy még a varázsló is oda tartozik. Nem beszélve a javasról. Hát ezek gyönyörű fogalmak. Gyógyító tevékenység. Hát javát akarja valakinek. De már a javas mifelé megy el, azon túl, hogy tényleg annyi javaslatot tud adni, hát tehát valami a jóslás irányába is el tud ám menni. Tehát abban a pillanatban az összes tevékenység kezd kiágazni. Van egy alapjáratú tevékenység, de mindenben benne van minden, tehát valamilyen szinten, most mondok egy egyszerű példát, Szent Koronát jelen pillanatban az országház épületében az őrség őrzi. Nem díszőrség, katonák. Na most, a legkeményebb kiképzést kapják. Miért? Hát mert ebben a világban érünk. Hát régen elég volt a lóhát meg a kocsi, mondjuk. Hát ma már nem elég. Tehát egyetlen egy ott örködő katonának harckocsit, tengeralattjárót, vízi hadi eszközt, repülőgépet, mindenhez érteni kell. El nem tudjuk képzelni. És nyilván azon belül van olyan, hogy az egyik jobban megy, mint a másik. De nem engedheti meg magának azt, hogy gyakorlatilag valami kimaradjon. Miért? Hirtelen helyzetben, akkor egy konfliktus van, tehát vízen, földön, levegőben, tűzön, vízen át, minden technikai eszközhöz érteni kell. Na most ez nem vethető össze a révülési utakkal, de bizonyos szinten is majd látni fogjuk. Itt jön a kiemelkedés. Kiderül, hogy a táltos viszont megtáltosodik, és ahhoz nem lehet érteni. Valaki vagy annak születik, vagy soha az életben nem lesz az. És akkor nagyon finoman fogalmaztam. Na, mindjárt jön a szünet, még jön a mágus kérdés. Tehát majd lesz idézet is. Már a középkor végén Bibliát, a Dániel próféta könyvét valaki előveszi, 1600-as években fordítások, hát Babilóniában játszódik, vannak álomfejtők, bölcsek, mágusok. Na most kiderül, hogy van egy érdekes dolog. A mágust magyar nyelvre hogy ülteti át? Táltos. Táltos. Na most a mágusnak még egy szinonimája van a Biblia fordításoknál, három napkeleti bölcs. Máté evangéliumában, görög nyelvű szövegben mágos szerepel. Mágusok. Sokan arra gondolnak, hogy a mágus szó
és már a fent nevezett fordításokban is talán a fordító, vagy lehet, hogy szinonimaként használta, inkább legyünk jó indulatúak, de a mágus egyetlen egy nyelvből érthető. Az összes többiből nem. Magyarul ez mit jelent? Ha magyarul értem, akkor hogy vettem volna át görög nyelvből, latin nyelvből, perzsa nyelvből, vagy bármilyen más nyelvből? Például a szanszkrit nyelvben úgy magyarázzák, hogy a mágia alapja az a má, és ez a májára megy vissza. Na most mágiának májához, májáfájtlához, most én mondok ilyet, a varázslások világához semmi köze nincsen. Ez megint a nyugat-európai felfogás. A mágia fogalomnak nem ma a szó, hanem mag. És a magból magzat lesz. A magzatból pedig magammá tudok válni. Ez csak egy kitekintés, érdekességként. De mivel foglalkozik a mágus hivatás szerint? Alacsony dolgokkal vagy magas dolgokkal? Hát magas. És mit látok a magas égen? Hát a mágus hivatás szerűen a csillagászat tudományát gyakorolja. Pont. És majd látni fogjuk, hogy táltos hagyományról szóló leírások állandóan ott van a csillagos égbolt. De nincs ott az, hogy valamit. Hát ha ő is volt ideges, valószínűleg a papírlapjain eljátszott és eldobolt egy-két nótát, de ezen kívül teljesen más hagománykör. De ott van a csillagos égbolt. A csillagos égbolt egyik legismertebb csillagképe mind a mai napig kinek a nevét viseli? Göncöl Táltos nevét viseli. Tehát Szent István kiirtotta a táltosokat, lefestette a csillagos eget, ugye? Mert ez így megint nagyon egyszerű. Rovásírást elégette, táltos dobokat elpusztította. És ha nekem van egy rovásírásos botom, és azt fel kell vinni Szent Istvánhoz. Hát először is valószínűleg elverték volna vele Istvánunkat, de legyünk nagy lelkűek. Annyira kis széllel-bélelt vagyok, hogy azt mondom, hogy Pista, itt a bot, edd meg. Hazamegyek, és mit csinálok? Másikat csinálok. És van még egy probléma. Táltos miért írt volna botra dolgokat, ha a fejébe is tudja? Tehát egyszerűen nem gondolkodunk időnként, hogy kinek mi a feladata és a tevékenysége. Én még olyan nagymamát nem láttam gyerekkoromban, aki szakácskönyvből főzött volna, hogy érthető legyen. Hát az írás az nem a csúcsok csúcsa, az írás az emlékeztető. Ha már jól elsorvadt az emlékezet, akkor leírom magamnak, hogy el ne felejtsem. És azzal nem lehet gyakorlatilag nagy dolgokat végrehajtani. És ott van a vataféle pogány lázadás. Koppányféle pogány lázadásról magyar krónikás hagyomány nem tud. Tehát ki a fő pogány? Koppány. Ehhez képest vidáman elénekli az ominózus műben, ami mint mű kiváló és zseniális. Csak nem történelmi, meg hiteles. Bizánc jelét magamra vettem. Emlékszünk? Egyház szakadás előtt 1054-ben válik szét a bizánci és a római egyház, a görög és a latin, van két hazaárulók. Az egyik Rómát akarja, Nyugat-Rómát, a másik Kelet-Rómát. De aki Kelet-Rómát akarja, az kelet felé érzékenyebb, és táltosnak tituláljuk. Meg pogánynak. Hát ő maga mondja, annak tartanak. Pedig Bizánc jelét magamra vettem. Tehát megint van a múltunkban, ezt egy pszichológus úgy mondaná, fel nem dolgozott trauma. És egymást áltatjuk és szórakoztatjuk, mert ahelyett, hogy feldolgoznánk, koppányosok erre az oldalra, istvánosok arra az oldalra, tények nem számítanak. Na most a vataféle pogánylázadás, és nem Szent István alatt, nyilván nem előtte, hanem utána. Orszeoló Péter rémuralma ellen egy emberként fellázad az ország, és ha ez nem pogánylázadás lett volna, akkor talán mi soha nem lettünk volna újra keresztények.
Tehát nem a kereszténység adja vissza, most kicsit paradoxon lesz, amit mondok, keresztény Magyarországot, hanem 1040-es években a pogány lázadás adja vissza Magyarországnak a keresztény út lehetőségét. És Vatának a fia Jánusz, van egy papjuk Rasdi, a Rasdi pedig nem fogjuk elhinni, még így is fordítják, persze, hogy búbályos, boszorkány, a legszebb fordítás nem fog eszembe jutni, de ilyen becsmérlő. Megnézzük, hogy mi szerepel a titulusnál, Deabus, ez pedig mit jelent? Istennő. Mikor láttunk ilyen fordítást? Rasdi. Tehát mindennek elmondja a fordító, és ott van Deabus. Szegről végre azt jelenti, hogy Istennő. Na de nem is ez a lényeg, hanem Vata és Vata fia János és Rasdi és ez a kompánia sok varázslót, bűbájost és egyebeket gyűjtenek maguk köré. És megnézzük, hogy mit fordítanak nekünk varázsló, mert ez még mindig a legmagasabb rendű fordítás. Kiderül, hogy mi szerepel ott? Mágus. Multos magos. Tehát mit jelent? Mágusok vannak Magyarországon. Ősvallás. És aki becsületesen fordítja, mert még Ipoly Arnold is kitér a 19. században, az oda vigyezte, hogy sok táltost. Na most meg lehet találni a táltosnak, ha nem is teljes értékű szinonimáját, de bizony meg lehet. És van még egy középkori magyar inkvizíció, ez Fehér Mátyás Jenő Kassán találja meg egy padláson, és hát tudni kell, hogy eredeti jegyzőkönyvekből semmit nem publikált sajnos, és a beidegződés nála is óriási volt a neveltetés révén, ugyanis a legtöbb per úgy végződött, hogy hitellen nem vétett semmit. Akkor járt el a világi és egyházi hatalomnak a keze, hogyha a beteg meghalt a gyógyítást, ez ma is általános ügy. Tehát ilyen piszkálódásokból voltak ítéletek. És a legtöbb ítélet, hogy végződött. 13. század a súlypontja ezeknek a pereknek. Hit ellen nem vétett semmit. És ez domonkos rendi jegyzőkönyvgyűjtemény. Na most képzeljük el a táltosunkat, elmondanak mindent, hogy milyen ruhában jár. Madártollas ruha vagy. A Pontifex Magorum, tehát ez a főmágus, az esztergomi érsek mintájára úgymond, hermelin béléses palástba. Mágusok rendje Magyarországon. Az ember elképed. Fehér Mátyás Jenő 1960-as években úgy adja ki az első gyűjteményt, hogy sámán perek Magyarországon. Badinyi Jós Ferenc Buenos Airesben, pedig hát ő is azért messze tudta dobni a súlykot, de szerencsére most jó helyre dobta. Felrázta az egész, mert ide nem nagyon jutottak el ezek a könyvek, hogy sámán nálunk soha nem volt. Jenő, mi szerepel az eredeti latin szövegekbe? Mágus. Mit fordított Fehér Mátyás? Nem is fordított, hanem egy másik nemzetközi szakirodalomból kínált egy nevet, tehát hogy sámán. És emberi nagyság Fehér Mátyás Jenő kiad egy közleményt, elnézést kér, ez egy nagy hiba volt, és a következő kötet már úgy jelenik meg, hogy mágus perek, mert nem kell a mágust fordítani. Miért? Nézzük meg a szinonimái. Magas, magos. Magos mennyek magassága szerepel arhaikus népi imádságokban. Magos mennyek magassága az a csillagos égbolt. Milyen süveget visel általában, még egy Harry Potter filmben is egy, hát nem mágus, azt hanem nem is tudom. A mágusnak magas lesz a süvege. És milyen a tevékenysége? Magasztos. Na most melyik nyelvben tudok én egy családon belül ennyi jelentést megadni? És a magvető pél, a magerővel foglalkozik a mágia, nem a varázslással, ami már egy következő, az a májának, a fájtlaknak a szintje, és a verzselési, varázs, verzsel. Tehát nagyon sok minden abba is
benne van és szerepel. És végül az utolsó futam kezdődik, de jól állunk az idővel egyébként, csak nagyon nehezen jutunk előre a témában. De nézzük meg, hogy 1934-ben Szűcs Sándor mit ír, és akkor néhány könyvcím megint csak. Szűcs Sándor, régi Sárrét hitvilága. Timafi László, ő Csallóköz, az illetőkességű volt, már ő is elhunyt, ugyanebben az időszakban, tehát 20. századnak, tulajdonképpen a kétharmadnyi területében a csallóközi, rábaközi hagyomány dolgozta fel. Táltosok, boszorkányok, tündérek, hasonló a könyvének a címe. És mi az izgalmas a tételbe? Közbe Diószegi Vilmos járja az országot, eljut Dunapentele, hát Dunaújvárossá növi ki magát, ami akkor az 50-es években még milyen névre hallgatott. Nevet nem fogom kimondani, de az idősek pontosan tudják. Na, ilyen környezetben még Diószegi Vilmos találkozott táltosokkal. Na most a kérdés, ha 50-es, 60-as években még táltosokkal lehetett találkozni, akkor Szent István hogy írtotta ki őket? Meg gondolom, tudjuk, ez is kacsahájjal kenegetnek egyes embereket, ha ilyeneket tudnak mondani, és abban a pillanatban, hogy piros-fehér-zöld párába borul be a környezetük. Nem lehet kiírtani. Miért? Mert születési. Vagy annak születik valaki, vagy soha nem lesz. Az kérdés, most miért nem születnek? Na ezért kell egy Szent István blokk. Hogy már 1000 éve ott van a gát. Elnézést, 70-es években még táltosokkal lehetett beszélgetni. Akik nem ilyenek voltak, akik magukat annak mondták, tényleg táltosok voltak. Na nézzük, mit ír Szűcs Sándor. Amióta elpusztult a rét, hát a régi Sárrét hitvilága, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindig hirtelen akarod, mondjuk Bárán térségéből, Debrecentől nincs túlságosan messze a Hortobágyig, mindent egy hatalmas dzsungelvilág borított be. Na most ez megint az életképi jeleneteknek a szintje, hogy miért nem találjuk azt, amit keresünk. Mert a táltos az élettel foglalkozik, ha az élettér összeszűkül, akkor ez mit fog jelenteni? Hát vele is ritkábban fogunk találkozni. Miért? Mert az élet a lényeg, a maga teljességében. És van még egy dolog, ma már nem lehet elbújni. Sehova. Hát műholdak vannak. Lassan majd erdőbe is úgy fogunk járni, hogy engedéllyel, és valószínűleg majd internetről kell lehívni az erdőbe belépő engedélyt. Egyébként ez a lezárás, ezt már nagyon jól szolgálta így próbaként, hogy majd honnan, hova lehet menni. Hát amikor gyerekkoromban azt mondták mindig a felnőttek, na már a levegőért is majd fizetni kell. Hát egy nemzeti parkba, be akar kicsit jobb a levegő, már bizony fizetni kell. Bármennyire hihetetlen. Tehát el lehetett bújni, leírja Szűcs, vagy nem is bújni, egyszer élni. Leírja Szűcs Sándor, hogy olyan pásztorok léteztek, hogyha 30 évben egyszer bement a városba. Valaki kicsit megütötte a bokáját, most nem felmenteni akarom, de egy biztos, simán úgy eliszkolhatott. Erdők voltak, rengetegek voltak, nádasok voltak. És a nádasban mi volt? Gyümölcsfák, tölgyek. Tehát nem mocsárvilágot élettelen, hanem valami hihetetlenül gazdag világ. Hangsúlyozom, az ember nem tudja elképzelni. Hát ha összehasonlítom 60-as évek, 70-es évek kádári építészet, falurendezés, milyen házakat pusztítottak el? Magyar népi építészet. Tornácos házak. Na de ennek nem a jurta az előzménye, hanem ókori magas műveltségek. Világos? És ez volt az általános, szegény embernek a portája. Bizonyos helyeken, északi középhegység tájain, meg itt-ottam, ott még lehet ilyen régi építésű házakat látni. Hát a nemesi kúria ennek egy bővített változata volt. Semmivel nem volt nemesebb. Ugyanazok az építészeti formák.
László Gyula leírja, de a jurta nagyon fontos, újrajelzem. Csak nem ezen az éghajlaton, ezt megint újra kell hangsúlyozni. És biztos volt jurta is volt, biztos volt cifrapalota, minden volt, de kérdés, mi az, ami meghatározó és általános? Az élet is olyan, hogy mindenre van példa. Na de mégis van egy általánosság, most jó értelemben egy egyetemesség benne. És lehet a részlegesség kitűnő, de a részlegességből már nem tudunk az egyetemességhez visszamenni. Tehát óriási a kockázat, hogy valami, ami nem annyira fontos, de nagyon mutatós, azt összetévesszük egy egész szerves rendszerrel. Tehát bármi lehetett, bárhol. Leírja László Gyula algyői ásatásoknál, hogy valami 30 féle Árpád-kor, és ez az Árpád vezérkorabeli tégla, amikor Európában tőlünk nyugatra ilyen építészet még nem volt. Tehát a jurtát is azért ajánlják nekünk éjjel-nappal, mert ott meg lehet varázsolni egy ilyen primitív szintet, ami nem primitív, mert nagyon magas rendű. Félreértés ne essék. De gondolom érzékeljük. Nem lehetünk a sajátunkban otthon. Ha keletről akarod, majd megkapod keletről a sámánt, meg a jurtát. És akkor nagyon keleties leszel SCH-val. Ezt magamnak mondom mindig, hozzá kell tenni. Mert ha valaki úgy érezné, hogy ez kellemetlen neki, semmi probléma, minden barátom ezeket a nézeteket vallja, amiket most itt nem cikizek lehetőség szerint, hanem jelzem. És milyen érdekes módon? Senkit nem érdekel. A visel vagy a jelmez ugyanaz marad, a dob ugyanaz marad, tehát nem kell a több. Ez a döbbenetes. Minél szegényebbek, lecsupaszítottak vagyunk, annál jobban érzem magam. Miért? Akkor nem derül ki, hogy itt belül nagyon kevés van. De mindig mondom, ez magamra is ugyanígy áll. Majd megismerkedünk a tátos világával. Hát ez nem Magyarországon lenne, hanem taoizmus, tananyag lenne. Olyan gazdag, olyan hatalmas. És nincs egy olyan mozzanata, ahol oldalról én egy botot az asztal, vagy dobot az asztal alól be tudnék csúsztatni. Nem kell. És a dob meg csodálatos, újra mondom. Például gyógyításnál találkoztam Erdélyben egy csíksomlyói pappal. Ferences volt. Ugyan 15 évvel ezelőtt. Ott Csíksomlyon. És azt mondja, dobbal gyógyít. Akkor ő most sámán, vagy ferences rendi pap. Akkor annak idején még élt Dacó Árpád Lukács atya, aki figyelmeztetett arra, hogy a Babba Mária, tehát a csíksomlyói kegyszóról Babba Mária, ferences atyáról van szó. És elmondja, hogy a Babba Mária megnevezésnek a Babba, istennői része, messze mezopotámiai ókorban nyúlik vissza. És ez ma nálunk így van. Sehol máshol nincs ilyen, hogy boldogasszony, Babba Mária, Szentlélek, mert Szent Szellem az eredeti szövegekben, karácsony, de olyan sincs, hogy keresztelő Szent János. Ezt megint Pap Gábor részletezni szokta. Akkor igaz az, amit László Gyula írt? Hogy a magyar honfoglalás, honvisszafoglaláskori nyelvvel az egész Bibliát le lehetett volna fordítani? Bizony igaz, csak még egy érdekesség. Van, amikor nem fordítanak. Még a 21. században sem. Mert ilyen, hogy keresztelő Szent János, ilyen görög és latin szövegben nincs. Az bemerítő, vízbemerítő, baptismos. Külön szó van a görögben a keresztre, ez a stauros. Akkor mi az, hogy keresztelő? Miért így hívjuk? Véletlenül nem egy beavatásnak a neve? Hogy esetleg mi is az, hogy keresztelés? Mert ha még ma is így hívjuk, és nem úgy, amit térítők mit tudtak volna hozni, vízbe merítés, akkor mégse térítettek minket úgy. Honfoglaláskori sírokban, lovas temetkezés mellett erekje tartó melkeresztek tucatjai vannak. Mindenhol hogy nevezné az ilyen temetkezés vallási hovatartozását,
hogy nevezzük, kereszttel temetkezik. Nem kis Buddha szobrokkal, nem Trimurti szobrokkal, nem iszlám köréből vett ábrákkal, kereszttel. Csak ez a kereszténység máshonnan származik. És ez egy nagyon fogas kérdés tud ám lenni időnként, bizonyos körök világán belül. Na de nézzük meg, hogy a tátos az egyik eltűnési útja, az nem Szent Istvánra vezetődik vissza, hanem a 20. századra. Tehát idézem Szűcs Sándort. Ami ott elpusztult, a réta helyét felszántották, és mindenképpen megváltozott a világ, azóta nem járnak táltosok. Tehát gondoljuk végig, ők személyesen ismertek táltosokat. Tehát tévéadásokból, akár Badinyi Jós Ferenc előadásaiból nem jutott volna arra a következtetésre, hogy Szent István kiirtotta a táltosokat. Sőt, az utolsó táltos királyt is koppányvezért. Ilyen elő nem, ez kell a 20. század. Kell a televízió. Kell az, hogy semmire nincs időnk végig gondolni, meggondolni dolgokat, hanem hallomások és szimpátiák és értesülések alapján megpróbálunk magunkba valami világképet összegyúrni. Csak népmesék végén is van egy tétel, járjál utána. Hát a leghiszékenyebb az emberiség a 20.-21. században. Mindent elhiszünk, és semminek nem tudunk, ritka kivételtől eltekintve, utána járni. Nem is igen vannak már, mert a bába kiszedi a fogukat pólyáskorukban. Horribile dictu. Ki a táltos gyerek fő ellensége? Na most vessünk keresztet. Most szálljunk magunkba. Ki? Nem az idegen hittérítő, hanem a bába. Mert a bába belenyúl a szájába, és kiveszi a fogát. Az más kérdés, hogy senki nem teszi fel a kérdést, hogy egy csecsemő, ha foggal születik, hogy tudja a bába így elintézni a dolgot. Hát ma se tudná egy fogászati rendelésen valaki ezt megoldani. Tehát jön egy belső, hogy úgy mondjam, elhárítás. És gondolom tudjuk, mindig ez a leghatékonyabb. Miért? Mert a külsőnek nem kell közbelépnie. Megy ez magától. Lélektani szinten mi indokolta. És meg fogunk döbbenni, meg lehet érteni. És ezért innentől kezdve már nincs sámánizmus témakörünk. Mi a lényeg? A táltos gyereket nem fogja a szülői ház. Tehát nincs az a szülő, aki azért szeretne gyereket, hogy a gyereke mondjuk 7 éves korába örökre eltűnjön a szeme elől. Na most doboljunk rá egyet. Tehát óvintézkedés. Akarjátok ezt a gyereket megtartani? Akarjátok, hogy majd titeket is gondozzon, öreg korotokba pelenkázzon? Hát akkor kivesszük a fogát. Na most nyilván ez képi beszéd. Látom a riadt arcokat, hogy hirtelen már nem merem elrendelni a szünetet, hogy még mi jöhet ezután. De pontosan ez a nagy baj. A táltos Kelemen Dénes, az unokája néprajztörténeti szakon a nagyapjáról írta a diploma munkáját. Mikor? Nem az Árpád korban, most. Ki volt ez a táltos Kelemen Dénes? Csallók az egyik leghíresebb táltosa a 20. században. És mi az, ami történik? Most megint érdemes figyelni, mert valamit át lehet adni. Az nem annyira a táltosság, mert az majdnem lehetetlen. De egy táltos elképesztő tudást képvisel, amit intellektuális, értelmi, érzelmi szinten tovább kell örökíteni. És az hogyan megy? Általában boszorkányokra mondják, hogy boszorkány a tudását hogy adta át? Nyújtotta a seprűnyelet. És ha megfogta mondjuk egy lány, akkor átvette a boszorkányos tudást. A boszorkány az inkább női mesterség, de vannak férfiak körében is. És inkább nem jó, de vannak jó boszorkányok is, de olyan rossz táltos nincs. Fekete táltos nincs. Fekete sámán? Haj, de nagyon van. Mindenhol van. Gondoljuk végig. Soha én olyanról nem hallottam, hogy fekete táltos.
Viszont fekete sámán, fekete kám, fekete bő, fekete ú, ezek léteznek. És mivel foglalkoztak? Rontó erőkkel. És ezért van az, hogy Mongóliában is egy fekete sámánnak nem azért, mert szeretik, hanem mert félnek tőle. Sokkal nagyobb, hogy úgy mondjam, adományokban rész, csak maradj otthon. Nem kell a jurtából kilépned. Maradj otthon, nézd az eget, kémlelő nyíláson keresztül. Majd mi hozunk neked ennivalót, innivalót, fekete sámánnal nem jó újat húzni. És rettegnek tőle. Tehát eleve még a folklór területén sem alakultak ki ilyen hagyományok. Viszont pogánynak tekintett hagyománnyal még a kereszténység is tele van mind a 21. századig. Tehát ez azt jelenti, hogy van egy hagyomány, nem úgy pusztul el, ahogy képzeletbe elpusztítjuk, és nem tudunk vele mit kezdeni. És itt van az igazi pusztulásnak a küszöbe. És nincs a küszöbőr, aki bennünket ilyenkor, hogy úgy mondjam, visszarántana. Tehát fogukat pólyáskorukban. Ismert a példa, nem szívesen mondom, mert az is nagyon messzire vezet. Milyen képességekkel született Ady Endre? Táltosi, honnan tudjuk? Hát 6 ujja volt, és a bába a 6. ujjat zsinórral, sejemzsinórral lekötötte és elsorvat. Most a 3 holló nevezetű szórakozó helyen Budapesten, még a legrészegebb állapotában is mindig mutatta Ady Endre azt a kis, hogy úgy mondjam, csonkot. És hogy romantikus, patetikus és megható módon szokták mondani, élete végéig síratta ezt az elveszített képességét. Onnantól kezdve már nem találta a helyét a világban. Tehát ezek nem olyan jellegű dolgok, hogy egyszer volt, ez folyamatosan jön. Folyamatosan jelen van. Táltos és Táltos között úgy döntöttek, megint egyszer, kinek van nagyobb ereje. Tehát az erő rangsorol. Most az erő nem a mai fogalmaink szerint. Tehát aki el tud menni a göncölszekérig, vagy aki csak a felhők magasságába tud madár szárnyakon repülni. Hát nyilván melyik Táltosnak van nagyobb ereje? Hát amik el tud menni mondjuk a csillagok világába is. Tehát ujjukat leoperálják, és egyéb ilyeneket cselekszenek velük. Aki Táltossá lesz, eltitkolja, nem úgy, mint azelőtt, így mondják. Tehát ez mit jelent? Nem bujdostak a Kárpát-medencébe a Táltosok. Hogy elkezdjük Szent István óta bujdosik a Táltos. Nem. A kérdés az, hogy most miért nincs. És még egy csokorra való, és most fogunk meghökkenni, reményeim szerint. Tapodi György Táltos, 1741 Miskolc. Ők ebben a vármegyében 700-an vannak Táltosok. Jól hallottuk. 1741. Ők ebben a vármegyében 700-an vannak Táltosok. És meg lehetne kérdezni, mindegyiket ismered, Gyurka? Ez nemzeti sajátosság. Tehát a nemzet legjobb tulajdonságai, ezért etnikum specifikus a Táltos fogalom, ezért nincs máshol. Mert tulajdonképpen amúgy is minden nép rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezhet, de a nép rendkívüli tudatosság tulajdonságait, legjobb adottságait egy emberben, rendkívüli képességek útján a Táltos fogja képviselni. Ezért volt az, hogy például amikor a Székely keresztúr fölött volt egy Jézus kiáltó nevezetű hegy tetőn egy Szent Korona szertartás. És ott volt Dacó Árpád, már nagyon öreg volt. És emlékszem, hogy ment le a nap, és újra elmondom, római katolikus, ferences rendi szerzetes. Ment le a nap, súroló fény, és hát ilyen beszélgetések történtek ott a hegytetőn heverészve, és egyszer csak így belenéz a napba, átszellemült szomorú arc és tekintet, Táltos. Hát van ezeknek fogalmuk arról, hogy ki, mi a Táltos? Szinte megkönnyezte. Megkönnyezte. Hogy mekkora tévedések vannak. Tehát a Táltos még a 18. században is, ha városi, ha falusi volt a bíró, megsüvegelte a Táltos embert. Ha pap volt,
Hát az azért konkurencia, gondolom tudjuk. De hogy mondjam, eszébe a legnagyobb tisztelettel beszélt. Miért? Mert Magyarországon vagyunk. Tudom, hogy nehéz elhinni. És ennyi embert egyszerre, médián keresztül egy pillanatot nem lehetett megtéveszteni. Hát mondanak ott egy-két helyen olyanokat, de mi meg így tudjuk. Mi fog tovább öröklődni? Hát mi itt így tudjuk. Azok meg mondanak, amit akarnak. Csak fordult a kocka. Mert van egy hatalmas technikai apparátus. Hát már filmeket nézünk. Állatsimogatókba mennek gyerekek, és hála Istennek, hogy még van olyan. Gondoljuk végig. Tehát át kell szervezni az életünket és a világlátásunkat. Miért? Mert ilyen még nem volt a földkerekségen. Ennyi ember 8 milliárd egyszerre, így uniformizálva, így technikailag járom alá. Tehát nem tudjuk a példát, hogy a múltból most hogy vegyük. Ez azt jelenti, hogy nyugi, ki kell tapasztalni. Egy-két nemzedéknyi időt, tudom, hogy nehéz elképzelni világ vége előtt fél órával, de ha ráfordítjuk az időt, megjön az a nemzedék, aki ebben a korban tudja megadni a válaszokat. És ők már a mi tapasztalatvilágunkat is fel tudják használni. Nincs tapasztalatuk jelen pillanatban. Tehát Harangöntő András, Békés megyei Táltos, 1721. Táltos, na ez egy vádirat, mert ilyen is van. Táltos, aki az erdők sűrűiben sötét éjjel maga köré gyűjté társait, felgyújtatta velük a babonahíd tüzeit, s pogány módra énekelt. Ha dobolt volna, mi lett volna? Pogány módra dobolt. Énekelt. Énekelt. Minden papi tevékenység, minden liturgia szenttartás, még a ortodox felekezeti világban mi atyánkat nem szavalják. Ének. Arhaikus népi imádságok, 1960-as években Erdélyi Zsuzsanna gyűjti, én lefekszem, én ágyamba testi, ezeket nem szavalja, énekli. A papa szentmisét szinte végig énekelte, ha nem tűnt volna fel, mi? Harmónia teremtés. Tehát egy olyan fajta dallam világ, ami a mindenségbe harmóniát tud teremteni. Ezért van védikus szertartásokon szövegeket kántálnak a brahmanák. Tehát képzeljük el, minden lecsupaszodik. Balasi Bálint minden verséhez megadja a nótajelzést. Ez mit jelent? Minden verse énekelt vers. Tehát nem szavalták a verset, hanem énekelték. Van egy olyan mondóka, és talán érthető lesz, hogyha mondtam ezt a példázatot, hogy nehogy bárki arra gondoljon, hogy ellene, de mindent a maga helyében. Nagyon egyszerű egyébként. 1958-ban megjelenik Diószegi Vilmosnak a könyve Sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben, 1958, két évvel 1956 után. És van olyan, hogy muszka gyerek megvágja. Azt tudjuk, mi a muszka. Hát Moszkva. Orosz. Lábjegyzet, de hogy milyen időket élhettünk, akkor tényleg van cenzor. Szóval semmi nem jelenhetett meg cenzúra nélkül. Lábjegyzetben muszka a török egyik neve. Ennyi. És gondolom tudjuk, hogy még én is tudom, hogy ilyen nincsen. Csak így a korhangulatba való bepillantás. És döbbenetes egyébként. Nem véletlen, hogy ennyire népszerű, és ez olyan, mint az égbolton a göncöl szekér. Ha nem ismer valaki, nem tud tájékozni, a göncöl szekeret azért felismeri. Na, ilyen ez a gyermek dal, gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad. Most nagyon egyszerű, török gyerek megvágta, és a magyar gyerek nem visszaad egy nagy pofont a török gyereknek, mert addig meghal a gólya. Tehát hogy nő föl egy gyerek, mondjuk egy erkölcsileg értelmezhető, szerves műveltségi talajon álló társadalomban. Anya tejjel szívja magába, nem tanulja, hanem ez a viselkedés rend lesz a természetes számára. Hogy még az ellenségen is tud segíteni, ha éppen arról van szó. De az ellenség egyre jobban gyűlölködik.
Hát 1 millió, ha jól emlékszem, már lassan a befogadottaknak a száma. Egy köszönő mondat nem hangzott még el. Ott tartunk, hogy háborús főbűnös. Tehát aki békét akar, gondoljuk, ilyen világban élünk, és mi nem értjük, hogy miért van ez. Hála a jó Istennek egyébként. Tehát visszatérve, gólya-gólya gilice, és a gólya, az nem csak egy madár, hanem a holdnak az útján, a napnak az útján, de ez holdház, egy holdház. A rák, vagyis ökör havának, úgymond középső holdháza. Na most esztendőn belül mikor van a legtöbb a fényből? Ismerősek lehetnek Pap Gábor révén ezek a kérdések. Nos, voltunk napi egyenlőség után, most egyre inkább nőni fog a világos, fogy a sötét, és nyári napforduló, rák 0 fok, ér a csúcsra. Egy napon belül akkor van a legtöbb fény. Magyarul minden fényből van. Legrövidebb az éjszaka, legrövidebb ideig tart a sötétség. Fénynek ingyen kegyelem, jóság, szeretet, szép tulajdonságai vannak, és ki hozza a gyereket? A gólya. Na de nem onnan hozza, hanem ez a fényben leggazdagabb tulajdonság hozza a gyereket. Tehát ha nem ez ágyazó meg egy családon belül a gyereknek, az a gyerek ott nem fog megmaradni. És ezt nem kell külön magyarázni. És mit vág meg a török? Hát vérontások vannak, magyar családok. Gólya, gólya, gilice, mitől véres a lábad? Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja, síppal, dobbal, nádi hegedűvel. És gondolom észrevettük, egy hármasságban csak az egyik a dob. És eldobja valaki, titkolja, így nő föl a gyerek, az egy ritmus. A szívnek a ritmusa. A síp pedig hát levegő, lélegzet. És ugyanakkor pedig a hegedű az egésznek ad egy összhangzatosságot. Aztán van olyan, hogy német gyerek megvágta, muszka gyerek megvágta, és ezek a mondókák és énekek, most egy-két etnikumot nem nevezek meg, mert kicsapódnak a biztosítékok, de tulajdonképpen mindegyik megneveződik. És nem az, hogy ad neki vissza, hanem gyógyíts meg azt a gólyát. Tehát hihetetlenül egyszerű. Egyébként a síp, a furúja az az auriga csillagképnek a megfelelője, a hegedű az a hattyú csillagképnek, ez a tejútnak a két ága, a dob pedig a napot fogja megidézni. És ezért lehet dobbal gyógyítani. Miért? Hát a szívnek először is vissza tudom adni a megfelelő egészséges ritmusát, már egy fél gyógyulás megtörtént. Tehát nem igaz, hogy nem, de táltos soha nem gyógyított így. Soha nem használt így, más a tevékenységi köre. Hát remélem, ebéd után mindjárt meg lesz. Táltos, aki az erdők sűrűjében sötét éjjel maga köré gyűjti társait, felgyújtatta velük a babona hit tüzeit, és élek a gyanúperrel, amit mi babonásnak mondunk, mert itt a szövegek még elég tárgyszerűek. Babona hit. Bábolna például. Babba Mária. De mi ez a babona? Miért a bab? Mi ez egyáltalán? Amikor jön az élet, báb állapotban van. Amikor megy az élet, báb állapotba kerül. Tehát vannak már annyira elhasznált szavaink, hogy lehet, hogy jobban kéne rájuk odafigyelni. És pogánymódra énekelt, imádkozott, lehet pogánymódra még 1700-as években imádkozni, akkor Szent István mit írtott ki? Pedig itt már Habsburg pusztítások vannak. Ugyanezen szellemekkel pogánytüzet gyújtva, esküdött, melyet áldozati ékességgel fölcifrálkodva vitt végbe. Tehát áldozat, eskü, kész szertartásrend jelenik meg. És vannak a Pilisben a holdvilágárok is az egyik ilyen. Ilyen kaptárfülkék vannak. Végig a hegységeinkben ilyen érdekes áldozóhelyek vannak, érdekes sziklaformációk, kaptárfülkék, persze soha senki nem tud hozzátenni semmit. Mindenki azon csodálkozik, hogy még a 21. századra is megmaradt. Élek a gyanúperre, hogy azért maradt meg, egy lakás mikor pusztul el leghamarabb? Hát ha nem használják.
Mert az, hogy van tevékenység, az tulajdonképpen egy életbetartást is jelent. Tehát én azt mondanám a leírások alapján, hogy 1700-as években közösségek még pogány módra szertartásokat tartottak. Nyilván nem a főtemplomba, a főtéren, de egy biztos, azokat a helyeket működtették, amely helyeket ma ámulattal keresünk fel, és arra gondolunk, hogy őskori, vagy kőkori, vagy legalábbis nagyon régi képződmények és alakulatok. És nem mert a vulkáni tufa, gondolom tudjuk, az eléggé hamar pusztulékony. És ezek némelyik olyan, mintha tegnap előtt faragták volna őket. A némelyik olyan, mint hogy 1000 éve pusztulna, azt is hozzá kell tenni. És most már csak az utolsó jön. Ipoly Arnold, és akkor az első kör végre, már én is azt mondom, vége. Tehát régi nyelvünk fenntartá még a táltos pogány papi nevet, eszerint a táltosok a régi pogány magyarok bölcsei és papjai. Bécsi kódex, Dániel 2.4 fejezetében vulgatai szöveg idegen papi nevezetei között a mágust, ezen saját pogány nevükkel találjuk fordítva, parancsolta pedig a király, hogy egybe hivatnak az oltáron nézők és a táltosok. Tehát itt mit mond Ipoly Arnold? Hogy a 200 évvel ezelőtti fordításos szövegekben a mágust úgy fordítják, hogy táltos. És emlékezzünk, egy-két kultúrtörténeti adattal találkozunk, kiderül, hogy Árpádkor óta ez az általános. És ki Magyarországon a három szent magyar király, akiknek szobrai ott álltak Váradon. Szent István, Szent Imre és Szent László, és még valami, Velemértől árpádkori falfestmény, van három napkeleti mágus, Jézus és Szűzmária elé járulnak, az egyik fiatal, a másik felnőttkorú, érdekes, sajátos, jellegzetes haj, bajusz, szakálviselet, és férfi erejének teljében van, és egy öreg király, aki letérdel és egy koronát nyújt. Na most kiderült, és a szakirodalom így tartja számon, hogy Magyarországon a három mágus király, napkeleti bölcs, Menyhárt, Gáspár és Boldizsár, tulajdonképpen Szent István, Szent Imre, Szent László formáját veszi fel. Felállítják a 14. században Nagy Lajos idején Váradon a három magyar szent király szobrát aláírással, hogy ez Szent István, ez Szent Imre, ez Szent László, éjjel világító drága kőszem, az újjak olyan drága kőből voltak, hogy Evlia Cselebi leírja, hogy egy ilyen drága kő rum tartománya, rum az nem az ital, hanem a római, kelet-római birodalomnak a neve, évi adójával felér. Hát az ember ugye parádézza a dolgot, és ott van a többszörös életnagyságnál jóval többszörös nagyságú lovasszobra Szent László királynak. És mit ír Szent Simonnár Albert reformáció idején a katolikus felekezetről? Ez a katolikus váradi nép nagyon babonás. Azért tudjuk egymásnak az észt osztani, gondolom tudjuk. Mert ott van a három király, ott van feliratta, hogy Szent István, Szent László és Szent Imre, de annyira babonás ez a nép, hogy ezt a három magyar szent királyt úgy tartják, hogy ez a három napkeleti mágus. Mágus. Akiktől most figyeljünk, ők származnak. Ők származnak. És hangsúlyozom, a táltos-táltos, a mágus-mágus, csak érdekességként hoztam be, hogy lehetne egy szinonimát találni esetleg, ha nagyon erőlködünk, de az nem a perzsa mágus, hanem legfeljebb a káldeus vagy a méd mágus. Mert ezek egy kalap alá megint nem hozhatók. És a másik pedig az, hogy végképp nem a sámán. De a következő részt akkor úgy fogjuk folytatni, hogy csak a táltos. És már lehet érzékelni, hogy valamiből táltos, telítés, töltés, és ha jön a táltos, mindig tejet kér. Tejet. Milyen úton jön? Hát ha magyarul gondolkodik valaki, akkor nyilván nem az autópályáról jön, nem a szomszéd utcából, a tej útján érkezik.
a tej útján, a lelkek útján érkezik, és akkor egy óra szünet, ugye?